Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel, és 25 fok van már most, jelen pillanatban. Jó reggelt kívánom! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Drága hallgatók! A gyerekek, gyerekek, most már azért nem mondom, hogy jó vagyok. Aha, hogy mondtad? Jaj, hogy gyerekek, gyerekek, vagyok. Na majd akkor létszi. Ja, etest, hopp, hopp, etest a malacot. Itt egy ezres, egész nap mondom, jaj, gyerekek, gyerekek, berakok 2000-et. Aztán szóljon a rohadt életbe. Na. Itt egy 500-as tett bele. Ez az a fiúr, az a síri úr. Jaj, gyerekek, ez az, még egy belefér. 300-nál vagy, most még kettőt mondhatsz. Álljátok, még kettő van bennem. Na. Komolyan mondom, most már unom ezt a nagyon jó, ráadásul most már azt is tudom, hogy mire fogjuk költeni ezt a pénzt, hogyha ha esetleg nem valamilyen állami intézményben, hanem majd mondjuk egy magáklinikán fogjuk végeztetni, hogy annának a sérvműtétjét, akkor mindenképpen erre fordítjuk a pénzt, és akkor... Na, sérvműtétje van? Tényleg? Persze, lesz legalábbis. Miért? Neki. Hát, hogyha így egy 5 perccel korábban jössz, akkor láthatod volna, hogy Anna visz egy tálcát, egy körülbelül 35-40 kilós tálcát, amin poharak, edények, evőeszköz, stb. Ilyenek vannak, mert hogy ugye mi minden reggel úgy kezdjük ugye a napot annával, hogy bejövünk, és akkor bemegyünk a konyhába, akkor ott felmegy ugye a vérnyomásunk, még rádolgozunk egy picit a reggeli presszokávért, hogy meglátjuk, hogy a kedves kollégák, hogy értelmezik ezt a bizonyos szerkezetet, amit úgy hívnak, hogy mosogatógép. Tudod, miért jó? Ha lehet a tetejére pakolni. Így van. Na, hogy azok egy nyilván még nem keltek fel, mert még nyilván ők aludnak, és majd valaki majd átadja neki később a nap folyamán, de azért elmondom, hogy van egy magyar nyelvű használt utasítása ennek a szerkezetnek, tessék beleolvasni. Bele kell pakolni. Így van, kb. 3 gombnak a nyomásával, eltekerésével el lehet indítani. Figyelj, nem hiszik. És ezt nem tudják, hogy mit csinálnak, nem érti, pakolnak? Nem tudják értelmezni, azt hiszik, hogy kis szekrény, vagy nem tudom mi, vagy az a bizonyos szerkezet, ami ott van, nem, az egy mosogatógép. Jó, gyerekek, egyébként most értem én. Tudom, de valahol igazad van egyébként, van, amikor azt mondod, hogy amíg azt látják, hogy valaki megcsinálja, addig oda is fogják pakolni. Igen, most és akkor mindig van, csináld mindig meg. Mindig van két hülye. Így van. Ez tényleg így van. De ezek mindig ti vagytok. Vagy ne ugye? Csináld meg, vagy csináld meg, majd de ne sírjál. Ennyi. Tehát ez nincs az alternatíva, hogy megcsinálom, de sírok. Senki nem kötelez rá. Egyébként vagy megcsinálod, vagy nem csinálod dolog, meg, és akkor nem sír. Egyetlen ennyi. Dolog van, ami ez miatt sírunk, hogy bemegyünk, és akkor azt látjuk, vagy illetve nem, arra számítunk, hogy lesz ott kettő, azaz kettő, vagy esetleg 3, mert még a Ferinek is 3 darab tiszta pohár. De nem, sosincs. Mi mindig pakolunk más után, mindig mosogatunk más után, de utánunk senki sem mosogat. Nem ez a ciki, gyerekek. Egyébként nem ez a ciki, hanem az, hogy nincs takarítónő, érted? De komolyan van, minden munkahelyen van valaki, aki azért ezt megcsinálja reggelre. Ki tudnak fizetni 8000 forintot, hogy legyen egy takarítónő. Tehát az, hogy meghalunk itt a koszban, az nagyon jó. De hogy így egyébként már egy... Havi 20-25-ért csapják oda fizetésem mellé, én van. Komolyan mondom, persze. És a porszívózás? Az annáé. Havi 25 év. Persze, neki se se le belőle egy vitt. Én adok bele valamit. 10-es. Ugye? Ha nektek ez 10-10-et boldogá tesz, akkor adok 10-et. Hello, Anna. Jó adok nektek 10-10-et, és akkor megcsináljátok szépen. De akkor nem lesz itt sírdogálás, meg ezt találtam, azt találtam, akkor szépen csöndben megcsináljátok. Megcsináljuk. Mi a Janival szoktunk együtt erről, minden reggel beszélgetünk. Ti egymást húzzátok meg, egymást hergeritek, mint két házártos takarítónő, olyanok vagytok egyébként. Szörnyű, mikor bejössz valóban, és akkor nincs, hát együtt kávézunk a Ferivel, és nincs egy tiszta. Fogsz egy bögrét, kiviszed, elmosod. Nem kell azért az egészet elmosni, mint egy jótékony. Valamikor a bögréket se találjuk, mert minthogyha így eldugnák őket, és akkor valahogy vagy megtalálod az összes bögrét mosatlanul a csapban, vagy megtalálod őket kipakolatlanul a mosógépben, de hogy a helyén soha nincsen senki, nem érte, felnőtt emberek. Hozol egy saját bögrét szépen, azt is szépen megkávézol benne, elmosod a nap végén, és berakod a fiókodba. Egyébként igen. És aztán megint megkávézol, és most nem mosogatod a többiek után a bögrét, mindig a saját bögrédet elmosod, aztán mindenki szépen megfullad itt a koszban, és akkor ez bögrét, ha van saját bögréd. De azt hiszed, hogy egyébként ez zavarja őket. Arra, hogy mindenki hozza a saját bögrét. De nem zavarja őket.
tudod, ez az utolsó, tudod, ez a, mint amikor az a probléma van, ugye, hogy kiviszi le a szemetet, mert már akkora ugye rakás, hogy már tetejére, mint amikor marokkózol, oda kell rakni a tetejére valahol, úgyhogy tudod, még billeg, de ne essen le, tudod, hogy igen, most jó, hú! Fuss el gyorsan. Igen, gyorsan elszaladsz, gyorsan elbújsz a felelősségéről, meg az elől a 10 méter elől, amit gyalogolnod kellene egyébként a gyűjtőig. De ugyanezt csinálják egyébként a kedves kollégák, tudod, rárakja. Ott egyensúlyozik a tetején, még az utolsó pohár, az utolsó bögre, az utolsó kanál. Még nem ömlik le az egész. Érted? Még épp, hogy elfér rajta, és gyorsan akkor ellép. Körbenéz, kilép az ajtón, nincs itt senki. Aztán nézd ki vissza a helyére. Nyugtasson meg bennetek a tudat, hogy én nem teszek oda semmit, én azt sem tudtam, hogy van mosogatógép. Úgyhogy Én nem tudtam, hogy van mosogatógém. De mi történik a kávésbögréddel? Én megviszom a kávémat reggel 10 órakor, és időn szépen ki vagy ide, lerakom a pultra, vagy oda kiszállítom, ahol mindig elvitte az a kedves helyes néni, aki volt nekünk, nagyon cuki volt, mindig beengedett nekem, már is beszélgettem vele. Beengedett hátul. Beengedett hátul. Hát így van. Aláskám, hát idős vagyok, elég beengedlek hátul azért. Nem is veszteni valóm. Feleségem van, de azért egyszer még bemegyek hátul, és lerakom ide a bögrét. És kész, nekem nem saját a határtál, hogy az egyik termelője. Ismeret furdalás nélkül teszem le a bögrét, elmormolok egy halk imát nektek, és szépen. De mi még vagyunk is olyan viszonyban, még azt mondja, Balázs után még azt az egyet elmossuk, de nem. Az nem. Van, hogy úgy néz ki, hogy mindenkihol vagyunk ilyen viszonyban a nem rádiónál. Tudom, ilyen deja vu érzése van, tehát hogy ezt hányszor elmondtuk. Mi lenne, ha nem csinálnátok meg? Mi lenne? Te próbáljátok ki, hogy egy hétig nem csináljátok meg. Nem lehet. Olyanok vagyunk, mint nyuszika a patakparton. Ez a miért sírsz nyuszika? Mert megerőszakoltak a patakparton. És hova mész? Hát megyek megint a patakparton. Nem lehet nem megcsinálni. Nem. El kell most, nem kell. Senki nem mondja, hogy el kell mosogatni. Tudod, mi lenne? Két hét után ilyen makita bontok alap. Páccsal takarítanánk a bögréket, minden beleszáradva, minden. Nem, miből inni egyébként. Idő után elkezdenék egyesével levenni így a kupacból, van. És mindenki elkezdené magának ez elmosni. Olyan, mint nem? Ez nem. Olyan, mint amikor a gyereket szobájában mindig rendet csinálsz. Nem tanítod meg arra, hogy rendben, mindig azt hisz, hogy csináljátok meg. Kicsit tényleg azért ezt, hogy jaj, megint meg kell. A gyerekemnél működik, de nem egy ember van. Meg ott van egy laza érzelmi szál legalább, érted? Nem, és a szobátokban van a mosogatógép, nem kell bemenni, elkerülhető, nem a szerkesztőségi szobában van, nem itt van, nem zavar, becsukod az ajtót, nem mosod el, elmosod a sajátodat, vagy elmosod az összeset, de akkor oké, cipzár a szánkon részigazság, mert gondolod, de jönne ide. Csak alkalmodobb, hogy jönne ide reggel mondjuk egy vendég, és gondolod, hogy leül itt a kanapéra, és mit lát? Mit? Hát mit? Rengeteg bögrét, mert bele van száradva a kávé, a teafilter benne, a kakaó maradékok, a megromlott, desavanyodott dolgok. Én nem tudom valahogy, én ettől rosszul érzem. Látja, hogy emberek pakolni. Vagyunk mi is legalább. Hát az emberek, igen. Pakoljátok el, tegyétek be a mosogatógépbe, aztán hagyjátok ott. Hát majd való. Ha mindig megcsináljátok, én azt gondolom, de tényleg így van, mindig megcsináljátok, mindig lesz tiszta bögre. Ha nem lenne tiszta bögre, elmondom én, hogy gondolkodom. Ma reggel bejövök, nincs tiszta bögre, mit csinálnék? Franzot, kéne hozom egy saját bögrét. De a kávé nélkül nem létezik. Valószínű egy hét alatt rákényszeríteném magam, hogy vegyek egy bögrét, behoznám a bögrém, és használnám a sajátomat. És akkor rákényszerülnék, elmosnám, bevinném, és... Te ennél sokkal találékonyabb vagy, te a következő két kanál Nescafé a szádba, egy kis agavé, és aztán begugolnál így, ahogy hívják, automata alá, és benyomnál a szádba egy kis forrózat. Kész, meg is van. Édesítő, igen, egy kis tejszín a számba összeülök, és aztán meg vagyok, igen. Na mindegy, hát jelezzük, hogy szükségünk van valakire, aki jó, megvárjuk az év végét. Aki néha elpakol, szóval azért ezek nem túlságosan nagy igények, hogy legyen egy munkahelyen valaki, hogy nekünk kelljen porszívózni. Lassan már ott tartunk. Figyeljetek, tehát, hogy megvárjuk az évvégét Annával, és mi tudjuk, hogy minden olyan hiszünk ebben, hogy ebből valami évvégi nagyon komoly elismerés. Egy aranycívdíj, vagy valami. Tehát, hogy kap valamit ide a mellkasunkra, egy plecsnit, egy oklevelet, vagy felkerülünk az, akikre büszkék vagyunk. Hogy hívják a pácolácsos táblára? Mert két a gokártal a karácsonyi buli. Na, az jó lesz a Jani meg én. Ebből lesz valami. Na, vége a morgásnak. Persze, megyek, mert még van dolgom a mosogatóban. Na, most még mi jön? Hogy ki kellett vasalni a függönyt? Vagy most még mi jön? Vidd meg ezt a kettőt. Bocsánat, is mennem légy kell, mert újabb bögréket talált a negyed. Nyuszika, mész a patakpartra megint. Szerintem. Újabb bögrét talált, mennem kell, és már megy. Jó, mondjuk az Anna szereti ezt. Persze, hagyjuk ezt a mártír dumát. Hát alig várjátok, hogy bejöhessetek, elmosogathassatok nektek, ez egy ilyen szeánsz, egy ilyen kis, nem is tudom, meditatív mosogatás. Na, ez szomorúak lennének. Nincs mit mosogatni. Gyere, Anna.
Itt is rendben. Ja, Istenem. Nem kellünk már, ránk már nincs szükség. Nincs csak, nincs csak, ha a fény felé tartom, mintha itt lenne rajta valami. Jaj, sajnos újra. Nem. Ez tiszta. Gyönyörűen elmosta a mosogatógép, és minden bögre a helyén van. De kár. Nincs, most nincs mi lesz? Bajom. De jó, hogy csináljátok, mert így nekem legalább mindig van tiszta bögrém. Figyeljetek, szerintem csináljátok csak, az utánunk jövők, azok nem is tudják, hogy nincs takarítónőnk. Tehát ők azt hiszik, hogy van. Én se tudtam. Én egyszer ezt a nénit hiányoltam, aztán elmondtátok, hogy már nincsen, mert hogy nincsen, de én a mosogatógépről se tudtam. Ne. Sőt, én egy hónapja vagy két hónapja tudom, hogy egyetemben az épületben van konyha. Tehát, hogy azért ez a konyha az erős túlzás, de hát van egy lukrécia. Amiben most barokos túlzás konyhának hívni, mert hogy igazából mások kutyát tartanak benne, de hogy egyébként meg van konyha. Tehát ezt most tudtam meg. Nem is tudtam. Gyerekek, valaki csak porcívózik. Persze. Nem? Jani néni. Te szoktál fölporcívózni? De, hogy is azt azért már nem, de. Hát, de csak azért, mert itt is már hál' Istennek valami nál padró. Érted, azt nem kell porszívozni. Úgyhogy, de nem mindegy, hát ez van, srácok, az kész. Hát most érzem, igen, érzem én is ezt a meleget, hogy ti is nyugosak vagytok. Ugye? Kicsit én is egyébként, igen. Kicsit én is nyugosabb vagyok. Jó, de eddig nem szóltak naponta a bögréjére, abból érzed, hogy nyugodjunk. Nem, a meleg miatt nem tudok rendesen aludni, nyitott ablaknál alszom, de hát a kicsi velünk alszik, éjszaka se hűl le. Igen, amit beengedtél, az gyakorlatilag ugyanaz, mint ami bent volt. Igen, folyik, a rólam a víz éjszaka, úgyhogy most már azért kicsit kezdek így kiavatlan lenni. Szerintem ezért is van ennyi baleset, meg ezért is van ennyi. Mert hogy most már az emberek nyugosak, azért ez mindenképp megterhel ez a meleg. Felében sőt most reggel annyira tipikus, hogy Velencén az utolsó parkolhelyért már verekedtek. Szombat reggel, de 8 óra. Strandán 8 óra, egy luk volt, tudod, kettő oldalról ráfordultak, nem volt ütközés, megálltak, és a családfők érezték, hogy gyerekek, ezt egyféleképpen lehet csak elintézni. Egy ökölharccal, képzeld, visszed a gyerekeket, fölfújva hátul. Igen. A gumimatrac, a mit tudom én, a krokodil, az akármi, óriás. És a gyerekek hátulról kiabálják, adjál neki, apa! Igen, hajrá! Itt a pumpa, itt a gumicsónak lapátja. Ezzel is, a miénk a hely, apa! Nagyon komoly. Az kemény, gyerekek, az kemény, és kigyőzött meg, nézted? Nem tudom, aztán én nem vártam meg a végét a dolognak, de szombat reggel már 8-kor ez így kikristályosan ott vagyok, de ott ütni kell. Ütni kell. Beach fight night. Kölel rendes. Aha, ja, persze. Hát ahogy kell. Na most mi, most maszatoljál? Vagy beszéld meg? Fúj! Tudod. Van az élethelyzetem, amikor az érvek már nem segítenek, akkor ott már ütni. Menjetek el, egyetek egy lángos! Palacsinál! Két túros egy! Ízes! És igen, és add ide a viperát, meg a hegesztő pisztolyt, a feszítővasat, add ide, öcsike, ahhoz már a baseball ütőt, mert agyonverik apádat. Azért az kemény. Az kemény. Úgyhogy így vannak. De hát még mindig jobb, ha ők verekednek, mint a tegnapi eset, amit nem tudom, hogy hallottátok-e, akkor már látom, hogy egyről beszélünk. Anyu meg apu elment shoppingolni. Tudod. Így shoppével shoppingolni. A bevásárló központ mellett a nyílt területen. Hallottam, idióták. Ott hagytad a gyereketted, és tudod mi volt? Azt mondta, hogy de hát lehúztuk az ablakot egy-egy centire. Anyádat húzod. Nem normális. Ilyenek az lenne a büntetés, hogy rendben, oké, veszélyeztetés, persze, mert tök jó, úgyse ítélik el őket, semmi. Ülj be öreg a kocsiba, ott hagyunk téged egy 3-4 órára, kitolod a kocsit a tűzőnapra, üljetek ott az okos feleséget, de 3-4 órára. Le van húzva az ablak. Lehúzom neki egy centire az ablakot, nem? Persze. És rájön az okos egyébként, hogy körülbelül 10 perc alatt lesz 60 fok a kocsiban, mert hogy a tűzőnapom az üvegen keresztül, tehát nem kell ez azért nagyon okosnak lenni, valószínűleg semmi agyuk nem volt. De hogy, és akkor beültetni őket egy 3-4 órára. És utána kiszedni, na. Akkor jó volt? Jó volt? Élvezted? Nagyokat nevettél? Akkor ezt csináltad a gyerekeddel, te szerencsére. Nincs ám vizecske, nem viszel be magadban az erősítőt, jeget, vizet. Nem, nem. Olyan ostobák az emberek, hogy ezzel még mindig meglepődöm, mert a kutyát bent hagyják, az is nagyon szomorú, macskát, amikor a gyerekedet bent hagyod. Eleve, ha nincs meleg, se hagyod bent. Azt a kutyát feltörik, beütik, elviszik a gyereket, elrabolják. Hát ki az, aki hogy tudsz nyugodtan vásárolni úgy, hogy bent van a gyereked? Uh-huh. Mi van, ha elkezd szatyor sír? Megvan? Kuponfüzet megvan? Okay, akkor sír, éhes, szomjas, megijed. Neki megy valaki az autónak, megszólal a riasztó, érted? Azért egy bevásárlás alsó hangon fél óra. Nem beugrasz, csak egy. De ha beugrasz is, akkor se. Akkor se hagyod, de bemész, bevásárol, kocsi, bedobod, mozgó lépcső, kijössz, fizetsz. Hát az 3-4 óra. És a gyerek elkezd az 5. percbe sírni, érted? Behergeli magát, köhög, megfullad. Hát ki annyira idióták az emberek, hogy az ami elképesztő. És ráadásul... Most vidáman besétáltak vásárolni. Ittak egy hideg üdítőt, tudod, ettek egy fagyikát, és akkor vásárolgattak, míg a gyerek épp 3 percen múlt, hogy mondjuk ne kapja a hőgutát. Nonsense. Komolyan. És vidáman csak abból is rájöhetne, érted, hogy amikor még nem volt gyereke, csak szerelmesen elmentek napközben vásárolni, és visszamentek a kocsihoz,
Akkor abban meleg volt. Igen, beültek és rájöttek, hogy tekerd már az ablakod anyjuk, mert itt aztán most már felmelegedett. És ezt a gyerek, ahogy kijött a gyerek, elment nem, az hát agya. Valószínűleg ennyire ostobák, hogy fogalmuk nincs erről. Hogy letekerték nekezet. Egy állóautóban letekert ablak tűző napon, az sokat számítám. Aznal, hát az 0 km per széllel, tudod, az ott nagyon, nagyon húz a húzat. Hát ráadásul ugye nem tekeri le annyira, de ha letekerni teljesen, akkor se segítene, de valami pár centire volt letekerve. Szerencsétlen. Kit kell hívni ilyenkor? Mentő, tűzoltó, mentő, azon, be is törheted az ablakot nyugodtan. Tehát a sír a gyerek benyugodtan. Berúgod az ablakot úgy, hogy ne az ő oldalán lehetőleg, és kiveszed a gyereket. Persze. Hát ott percek számítanak, tehát hogy ott nem is nagyon kell várni. És utána megjön a tulaj, azt még meg is ver, mert berúgtad az izét az üveget. Hát én egyébként, hogyha ilyen nagyobb áruházról van, azt is be lehet mondatni a hangos bemondóba, én bemennék, ha látnám és mondatnám, hogy várják azt a XY rendszámú autós az ostoba állattulajdonosát, aki ott hagyta. Hát inkább a gyereket persze be kell mondani, de először a gyereket kell kiszedni. Nyilván. Én nem tudod, hogy mióta állott, tehát ha mondjuk meglátsz egy ilyen gyereket, aki már sír, ugye nem tudod mióta állott, és abban igazolnak a Balázsnak, hogy ott percek számítanak. Tehát lehet, hogy még egy perc is végig a keringés, az hamarabb összeomlik. Azért, puf, igen. Van, aki volt erre precedens egyébként erre, tehát hogy bár többször előfordult, hogy mondjuk jó hiszemű adott esetben mondjuk nem gyerekről volt szó, állatbarát oda ment, az be is nyomta rögtön az ablakot. Igaza van. Érted, megmentette a kutyát, azt jött ki, hogy kedves, hogy ott ilyen nagy ilyen kopaszokat kerülgetik a kocsit, azt hiszem, hogy fel akarják törni, és kiveszik az állatot, és akkor ez volt a figyelem felhívó, hogy ne hagyd a kocsiban a kutyát, a macskát, meg semmilyen állatot, hát gyereket meg aztán pláne nem. Hú, Gyokóval nagy baj voltam tegnap, nem tudom, nem néztétek gyerekek, de akkor beszélek egy kicsit a teniszről, gondolom, de hát nem úszátok meg, Wimbledon van, úgyhogy hát, még egészen fürdőztettem magam, hogy idáig nem hoztam be Wimbledon, de nagy bajban van Gyokó, felfüggesztették a meccsét tegnap. Azt a kutyafáj, mit követett? A Wimbledonban nincs világítás, ez hagyomány. Tehát, hogy ott nem világítanak, nem kapcsolják be a világítást, ott a sötétedés, igen, spúrok az angolok, ott a sötétedés vett véget a meccsnek. És ha mindkét játékos belemegy, akkor átlógatják a meccset holnapra. Tehát nincs világítás, nem kapcsolnak lámpát. Ez náluk hagyomány, ahogy fehérben játszol, ahogy nincsenek itt reklámtáblák, ásványvíz, autómárka, bankreklámok, nézd meg, nincsen semmi, tehát nem engedik. Csak a Rolex, mi? Az se, semmi. Az si. Tehát a Wimbledonban, ha bekapcsolod a közvetítést, nem látsz reklámtáblát. A versenyzőknek mindenkinek lehet egyéni szponzora, ahogy a Babosnak, amit van a MOL, meg a Gyokornak a Peugeot, a mezén. Aha. De az is meghatározza, hogy mekkora lehet, mekkora felület, de nem látsz kint bankreklámot, ásványvíz, Peugeot, nem tudom, milyen ásványvíz. Enni lehet a meccs közbe? Igen, enni lehet. Attól függ, hogy mit. Bevinni a nézőtérre is nagyon szigorú szabályokkal lehet. Úgy van, hogyha elindul a játszma, akkor téged már nem engednek be. Állsz az ajtó előtt. Az én pénzemet nem engednek. Vége, ott nem járkálsz. De meg is nincsenek egyébként. Egy nemzet ezte. Na mindegy, és Gyokó nagy bajban van, mert hogy 2-0-ról fordított, és most 2-2, és ma van az Andersonnal még a döntő szettje, ami ugye hát sajnos már nem jelent túl jót Kevinnek, de majdnem kiesett. És ezzel megnyílt volna az út Roger előtt, hogy behúzzon egy újabb. Mert már másképp nem tud, hogy bejutni. Hát, nem tud, csak ha Gyokó kiesik, vagy Wawrinka kiesik, vagy Murray kiesik, de nagy baj volt, tegnap néztem. Majdnem. Murray még benn van? Murray benn van még, Murray menettel, Wawrinka is benn van még, Federer is benn van még. De nagyok még ott vannak, Gyokó tegnap majdnem búcsúzott. Hát azért nyilván egy kis etetés volt, 2-0, elengedte a gyereket, ezt a meseíró, Kevin Anderson. Azt, és akkor jó játszott, érted, onnan az visszafordított 2-2-re, hát, hogy az angolok spúrok, érted, és nem lehet normális egy meccset végigjátszani, arról nem Gyokó. Tehet majd ma meg a bajgatja Andersent, és akkor a vége van. Bírom, hogy ők azt mondják, hogy gyerekek, nem kapcsolunk lámpát. De miért? Nem, flancolgatunk, érted. Most bocsánat, tehát ma kimegyek Wimbledonba, érted? Ma oda, megveszem azt a rohadt jegyet. Nem engednek be, ha már elkezdődött a meccs, nem vihetek be egy hotdogot, és akkor, amikor este leszáll a nap, szépen, akkor én jöjjek haza, és majd még holnap menjek ki az, hogy megnézek egy mert, ha húzzatok. És ha nincs jegyed másnapra, akkor sajnos buktad. Tehát ma már nem mehet vissza hát az, aki napi jegyek vannak. Hát de mi az, hogy napi jegyek? Megveszette a napi jegyet. Én a Gyokóra vettem jegyet, a Gyokó ma is játszik, engedjenek vissza. A teniszben sosem meccsre veszel jegyet. A teniszben azt mondod, hogy érdekel az elődöntő, a döntő, vagy megveszed az első hetet, vagy az első napot, és a sorsolás alapján, ha szerencséd van, akkor látsz embereket. Wimbledonban például beveszed magad a centerre, akkor aznapi programot, délelőtti, délutáni program van. Úgy nézed meg, hogy te a délutáni programot vetted meg, és akkor van egy Sarapova meccsed, van egy Williamset, meg este 9-kor mondjuk kezd a centerem fél.
Federer. Ha megveszed az egyes pályára jegyet, akkor a sorsolás alapján, akit oda beosztanak, azt nézed. Este 9 tudod, nem nincs ilyen, hogy én a Nadára, tehát ez nem egy, nem egy mint a Madrid Barcelona, hogy megveszed a Madridra, hanem megveszed pályára, és akkor a pályán dől el, hogy te éppen kit kapsz, hogy kimész Monte Carlo-ba, és megveszed 4 napot, akkor ott látod a nagyokat abban a 4 napban, mert 4 nap alatt mindenki játszik. De sosem tudsz meccsre jegyet venni, hogy te gyokora veszel jegyet, mert fingod nincs, hogy jó, ezt mondjuk értem, oké, de hogyha elkezdődött egy meccs ma a gyokóval, akkor hónap azt nem jöhetek vissza reggel megnézni. Hát lehet, hogy ebben a szervezők azok megengedik, hogy rugalmasak, de szerintem ott, akinek az aznapi jegye van, az nem férne be már arra, ha tegnapiak visszajönnének, az akkor szevasz, megnézed a tévében. Ezt a nagyképű egy bagást, hát ez ezek az angolok képzelnek magukról. Se világítás, púr egy nép, komolyan. Viszont az epert elsziabban brutál jó. Már ott? Ez nagyon igaz. Az epert elszia, olyan epret adnak olyan tejsziabban, hogy nem érted, hogy és mit akar ilyen ízzel. És a székely káposztát, és az is nagyon finom, de hogy jön ez így. Kevesebbet tettem. Mikor kint voltam Wimbledonban, sikerült a baboséknak a nyakbalkasztójába bejutni, ahol a játékosok kajálnak. Brutál eperkelyhek, rengeteg főzött tejszihabbal, amennyit akarsz. Emiatt mondjuk teszel. A Timi nem tudott játszani. Tehát, annyi, hogy őt nem engedték föl közben a pályára, és hihetetlen. Náluk az eper tejszihabbal az egy ilyen klasszikus. Tehát azt ott kibarnak. Sokat nem csavartok az étkezésre. Valljuk meg egy eper tejszihab. Kicsi olyan, hogy megőrülsz. És egyébként. A csapvíz. Milyen jó ideg. És a PA-ja. Az jó gyerek. De érted egyébként, hogyha a Wimbledonban ne oltják fel a villanyt, mert nincs sötétülés, akkor az tradíció, az hagyomány, az ha én mesélném el ugyanezt egy átlagos szerda reggel, akkor Balázs azt mondaná, hogy Jani, annyira tipikusan te vagy. Pedig nálunk is hagyomány. Az All England Club, mint Wimbledon, és a bértöltő, a lámpa fel nem kapcsoló között azért, nem tudok párhuzamot vonni. Halad. Tehát, hogy az egyik egy hagyomány, a másik meg nálunk is egy több 10 éves hagyomány. Spórolás. Hogy nem találtok egymást a lakásba, de nincs lámpaoltás, mert spóroltak. És ott egyébként a tisztelt közönség meg a nagy nevű játékosok sötétben botorkálnak ki nem, hát vagy jelzi a játékos, vagy a pályabíró megállapítja, hogy sötét van, már ne kezdjük el az új szettet. Tehát a lejátszák, tehát például egy nagyon híres Federer Nadal döntő 2008-2009, ott már alig látták a labdát, tehát a Nadal megverte a Federer. De ha új szettet kezdenének, akkor azt már nem indítja el. Tehát a szettet mindig befejezik, ha nem jön valami nagy eső. Vannak jelek, amiből következtetnek, hogy elküld a gyoka egy ilyen 260 km/h ázt érted, és akkor valaki a közönség. Na jó, most hagyjuk abba. Felülölt egy nyugdíjas, eldől. Igen. És a döntőszedben kettővel kell nyerni, és ebben a rekordot az Isner és a Mahut tartja, akik ugye úgy játszottak, kint van a tábla Wimbledonban, hogy Isner Mahut itt játszotta azt a híres meccset, amivel átlógatták két napon vagy három napon keresztül ment a meccs, nem tudom, két napon keresztül, mert ami 58-56 lett a vége, vagy 56-54-re nyerték meg az utolsót. Vagy 48, mint tudom én, 46. 10 órán keresztül játszották a meccset. Vagy 72-14. Nem, ebben kettő mínusz, tehát mindenképpen akkor 72-70, vagy 74-72, nem tudom pontosan mennyi, de kín van a tábla Wimbledon, hogy itt játszotta azt a híres meccset az Isner meg a Mahut, amikor mit tudom, 50-48, tehát 12 órás meccsen keresztül ölték egymást. Brutál durva volt. Nem tudták eldönteni. Hogy állunk játékkal? 1-0-lára vezetünk. A hallgató? Igen, bizony. igen. Tegnap én buktam el. Ja. Bizony. Ajajajajaj. Már annyira belém égett ezt, hogy mindig azt mondom, hogy mi vezetünk. De most nem. Hogy azért, igen. Most azért nem. Álltam meg egy pillanatra. Na jó, van, írjon mindenki SMS-t, aki játszana. Jó, 3 perccel küldjetek közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan. 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Játszunk, 1-0-ra vezetnek a hallgatóink, és most megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiúk, jó reggelt! Szia. Zsófi vagyok. Zsófi, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Zsófi? Hát én most momentán Ausztriában vagyok és dolgozom. Lassan már nem hívnak bennünket belföldről, csak külföldről. Külföld, Londonról, Ausztriából, mindenhonnan. Mindenki kint van. Mit csinálsz?
Mi szőlőben dolgozunk a kollégákkal. Ez egy idén jellegű munka, és aztán jöttök vissza, vagy kimaradtok és ősztől más csináltok? Én vagyok az egyetlen, ugye, aki be van jelentve, a többiek pedig idénre vannak. És csak ilyenkor nyáron, késő tavasszal. Ja, azt hittem, most felnyomod a főnököt. Én vagyok az egyetlen, aki be vagyok jelentve. A többiek is be vannak jelentve, csak idénre. Én vagyok egész évre. Na, én vagyok a csókos, igen. És jó kint? Hát jó, jó. Szabad levegőn vagyunk, relatíve egy szabad munkaidőnk van. Az a lényeg, a 8 óránk le legyen dolgozva, az, hogy mi mikor kezdünk, az ránk van bízva. Az nagyon-nagyon de jó még a 40 fok az. Az nagyon jó. Kellemes a 40 fok, igen. Igen. Jól van, kivel szeretnél játszani? Tessék, nem hallottam. Legyérte. Jó, nem értettem. Leszek én, abszolút, akivel szeretnétek, persze. Jó van, Zsófi, menjünk, akkor indítsuk el. Jó? Jó. Gyari? Tritu van, Fire. Na, itt vagyok. Mióta vagy kint, Zsófi? Hadd kérdezzek. Szeretnél? Nagyon. Na, kérdezzél. Minden kisgyermekes szülőtől meg szokom kérdezni, hogy ha a gyermek másik nemű, akkor mi lett volna a neve? Te esetedben, Noel, mi lett volna, hogyha lánynak születik? Hát mi a kezdetektől fogva tudtuk, hogy fiú, úgyhogy keveset gondolkoztunk azon. És hogy... mi van akkor, hogyha az ultrahangon csak a kis ujja volt ott? Hát, ez egy érdekes felvetés. Úgy mentünk be a kórházba, hogy csak fiú nevünk volt. Neked van gyereked? Nekem egy kislányom. És őt hogy hívják? Ő pedig Elizabeth. Elizabeth? És amikor az Unedin család ment, hát akkor én még nagyon-nagyon picike voltam. Hogy jön ez most ide? Ja, hogy ott volt Elizabeth. Az Unedin családban volt talán a hajónak a neve. Hát arra már nem emlékszem, utáltam mindig is. Igen. Az Unedin. Igen, gyűlöltem tiszta szívemből. És Unedin kapitány első feleségének a neve volt ez szerintem. Igen. Zsófi, megvan az ajándékcsomag, ügyi vagy. Igen, egy kis lassacskán, komótosan, szépen, nem sietve, de a szabályoknak megfelelően húztad be ezt az egy pontot, nem volt egy gyors játék. De ügyes vagy. Egy percet hadd kérjek, azért jött ez az Unedin család, mikor vitt be a mentő, megkérdezte a mentős tőle, mi lesz a gyermek neve. Mondtam Elizabeth, és rám néz, miért maga látta az Unedin családot? Mondom, nem. Csak azért, mert megszoktuk, hogy mindig sorozat neveket választanak a szülők. Ezért jött az Unedin család. A kis Izaura. Igen, meg a kis nem barátok közé. Mi lesz a neve? Bénz kapitány. Igen, mi lesz a neve? Orvitor lát elhúzni. Irksz kapitány. Kurtics. Igen. Jó van, Zsófi, ügyi vagy. Hát hova küldjük az ajándékcsomagot? Mert nem tudom. Hova szállítsuk? Van valamilyen kőszekhez közeli címed, vagy valami? Én Magyarországon lakom, persze. Hát az nagyon jó. Persze, én ingázó vagyok. Uh-huh. Én minden nap hazamegyek, minden nap otthon alszom. De ki is küldhetjük a szőlőbe, olyan lenne, mint a hetediknek a vége, amikor megjelenik az a kis furgon. Dobozza. A távolban. Uh-huh. Mögötte, és már látjátok, hogy valamit hoz. De vajon mi lehet az? Vajon mi van a dobozban? Hagy legyek én az irítség, ahogy mondta Kevin Spacey a filmen. Ú, de jó film. Zsófi, küldjük az ajándékcsomagot, ügyi vagy, megérdemled, megnyerted. Nincs mese. Ami jár, az jár. Szépen, jó? Köszönöm. Puszi. Köszönöm szépen. Hello. Na, 2-0. Kettő-null. Baj, az van még 3 napunk. Kapaszkodnunk kell. Kezd égni a lábunk alatt a talaj. Bizonyám. 3 perc van, 7 óra, újra Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt, 9 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek. Így július közepén még egyelőre egy napig a kánikulában, aztán jön a hideg front. Állítólag gyerekek 10 fokos lehűlés, ami azt jelenti, hogy a 40 helyett 30, tehát nem lesz rossz idő, csak mégis tudunk egy picit aludni, le lehet hűteni a lakást, ki lehet szellőztetni, és jobb idő lesz egy picit. Kis hűsítő eső is lesz. Kis hűsítő, így van. 29 fok lesz csütörtökön, 28 ráadásul, tök jó idő lesz. Nem rossz az. Az jó. Sőt,
nagyon jó. Sőt, egy picit igen mindenki. Megnyugszik, fúj egyet, és aztán reméljük, hogy újra visszajön a jó idő vagy a meleg. Hát már mégis csak nyár van, legyen meleg tényleg. Ne ennyire, de a 30 fok azért az egy vállalható. Vállalható kompromisszum. Azt mondja, hogy... M1-es pápai lehajtó Bécs felé karamból, ugyanitt Budapest felé defektes kamion, figyelje, mindenki csap ezt küldte nekünk. M3-as baleset Miskolc felé 68-as kőnél a belső sávban gyufa üzeni nekünk. 4-es főúton a 34-es kilométernél KPMS fesztivál, M7-esen 42-es kilométernél szalagkorlátnak csapódott egy kocsi, ebben a pillanatban Siófok felé, ezt Endre küldte nekünk, köszönjük szépen. Eger felől a 71-es úton pedig mérnek uhu üzente. Na, azt mondja, a Cukor utca és a Banán köznél a rádió előtt két autó összement a rádió előtt Belizben. Ja. Erről még van, majd beszélünk. Beszélünk majd a Belizi rádióról, így van, az ő kis honlapjukról, a lopott logójukról, a fenyegető, zsaroló kommentekről, a befotózott logonkról, amit már hallgatóink elküldtek, az ultimátumról, a hadüzenetről, és mindenről, amivel tulajdonképpen hallgatóink kicsit megelőztek bennünket, és már befenyítették a Belizi rádióbisort, és minden megoldottak helyettük. Picit forróbb a szitu, mint igen. A görög válság. Picit forróbb a szitu, igen. De ez megoldódni látszik. Beliz retteg. Megpróbáljuk megoldani. Tegnap már hallgatóink a rádió nevében leveleztek a beliziekkel, a beliziek válaszoltak, úgyhogy foglalkozunk majd az ügyel. A közép-amerikai rádióval, aki ugye tegnap kiderült, hogy lenyúlták a logónkat, és hát már levelezés. Megy néhány önjelölt, önkéntes rendőri vénával megáldott hallgatónk, saját kezébe vette az igazságszolgáltatást, és lépni kényszerült. Úgy érezte, hogy ez csak neki kell. Csak ő teheti ezt meg, senki más nem tudja megtenni. Hát ennyire felháborított őket, hogy oksérelem. Jó, de az is szép, mert megkértük őket, hogy ne. Igen, tudod? Igen. Jelen pillanatban igen, könyörögnek a beliziek, hogy bármit megtesznek, cukornádat küldenek, banánt, bármit, kartondobozban, fadobozban, majmot, ananászt, gyapotot, bármit, csak ne bántsuk őket, és ne rohanjuk le az országot, mert néhányan emelkedett hangvételben próbálták az ő Facebook oldalukat helyre tenni. Úgyhogy mi ezt nem is kértük tőlük, de 8 után vagy 9 után foglalkozunk még a belizi témával, és megnézzük, hogy hogyan állunk. Én ezt imádom, hogy van egy hihetetlenül lojális hallgatótáborunk, egy olyan hallgatótábor, ami gyakorlatilag arra szemfüles, meg arra szenzitív, meg arra figyel oda, meg azt csinálja, ami neki tetszik. Abból a sztorival, amit ne előadunk. Mi kértük, hogy ne csináljatok semmit, de csináltak. Van saját szabad akaratuk. Tessék, ők nem egy birka társaság, hogy megmondjuk, hogy mit csináljanak, és akkor majd azt csinálják. Kértük, hogy ne csinálják, csinálták. Na, mindegy, hát az van. Igen, ők úgy döntöttek, és úgy gondolják, hogy ezt nekik kell eldönteni. Nem hagyták, hogy mi lépjünk az ügyben, felszólító levelet írjunk, és egyáltalán megpróbáljuk egy komoly túsztárgyalás keretein belül ezt elintézni. Egyszerűen megpróbálták. Jegyzékek cseréje, diplomáciai kapcsolat felvétele. Miattunk. Támadás! Érted? Hát úgyhogy egyelőre a grippeneknek nem kell felszállni. Nem is több okból sem, így hát, van. Figyelj, lehet, hogy azért kell majd felszállni, mert most viszont Beliz támad. Ezek után nem kaptak gyakorlatilag fenyegetést kaptak tőlünk. Ez is lehet, hogy ők most ellenlépésen gondolkodnak, igen. Már vakszolják a kenukat. Na, Görögországgal foglalkozunk egy kicsit, mert ugye itt több a kérdés velük kapcsolatban. Ez egy hosszú válság, hosszú ideje tart, ez egy nagy hattyútánc, amit itt a görögök ellejtenek. Ugye hétvégén volt a népszavazás, és mégis azért begyűrűzhet ez valamilyen szinten Magyarországra, és a forintra mindenféleképpen hatással van, a részvénypiacokra is, de hát más hatása is lehet természetesen ennek a görög válságnak. Mégiscsak itt van a szomszédban, mégiscsak egy ország lehet, hogy kilép az unióból, nehogy aztán más országok is erőre kapjanak, és azt mondják, hogy ha sikerült a görögöknek, nekünk is sikerülhet, akár elhagyni az uniót. Maga a válság az érdekes, és hát próbálunk egy kicsit utána járni, hogy milyen hatása lehet ez Magyarországra akár. Érdekes volt a vasárnapi népszavazás után, mert mindenki azt mondta, hogy bármi lesz az eredmény, valami borulni fog. Így van. Tehát azt mondták az elemzők, hogy akkor vagy a piac elindul le, vagy elindul föl, és most ma reggel azt olvasom, hogy a tegnapi nap így viszonylag nyugodtan telt el. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy mégse érdekli az Európai Uniót, Görögország, vagy a világ. De nem, az európai piacon már tűzték ki az első komolyabb összejövetelt és tárgyalást azért. Kedveste van az első komolyabb tárgyalás, így van, illetve hát az EKB, az Európai Központi Bank még azt mondta, hogy még egyelőre lélegeztetőgépen tartja a bankokat, nem zárja el a pénzcsapot. Uh-huh. Volt egy érdekes cikk tegnap, ami arról szólt, hogy mi történik akkor, ha elfogy a bankokból a pénz, és a cikkírója egészen odáig jutott, hogy ugye 2-3 hét alatt elfogy a teljes élelmiszerhálózat,
ugye ha nincs pénz, akkor hirtelen nem tudsz pénzt előállítani, nem tudsz az automatákból kivenni pénzt, leáll az export, leáll az import, nincs a boltokban áru, nincs benzin, az ATM-ek nem adnak ki pénzt, és elkezdenek az emberek kifogyni a készpénzből, viszont árut se tudnak tölteni, hiszen nincs pénzmozgás bank és bank között, nincs átutalás, nincs semmiféle fizetése, kifizetés. És eljutott a cikkírója oda, hogy hiába van a bankban pénzed, nem tudod egész egyszerűen hozzá, nem tudsz hozzájutni, nem tudod kivenni. 3-4-5 héten belül éhséglázadások is kitörhetnek Görögországban. Ez egy véglet. Enyhén szólva, mert hogy azért az Unió még mindig dolgozik azon, hogy Görögország ugye benn maradjon. Nem jó nekik, hogyha Görögország kilép. Én nem tudom, mit tökölnek ennyit a görögökkel. Rég el kellett volna engedni a kezüket, de nem akarják. Tehát, az hogy ez, vicces, mert most ez nem jó. Igen, megszületett a nem, hogy ugye ezt nem fogadjuk el, majd azt mondják, hogy akkor viszont segítsetek. Tehát azt, amit javasoltok, az nem jó. De hát ez egy tárgyalási alap a Cipraszéknak, igen, hogy igen. Azt, amit ti adtok, azt mi nem fogadjuk el, de majd mi most kedden viszünk nektek egy ajánlatot, kvázi kicsit megzsarolva az Uniót, hiszen egy nemleges válasszal vagyunk mi felhatalmazva, ami azt jelenti, hogy az ország az felhatalmazott arra, hogy ne fogadjam el a ti ajánlatotokat, inkább én viszek egy ajánlatot az Uniónak, mint ugye görög miniszter, és azt fogadjátok el, tehát nagyobb mozgástérrel tudok menni. Okos. Most én az Európai Unió elé, leginkább a franciák és a németek elé, nyilván a Merkelék elé. Igen, csak hát csodák ugye nincsenek, tehát mit fognak vinni Cipraszék, mert eddig ugye folyamatosan folytatott egyfajta párbeszéd ugye az Unióval, mindenki elmondta, hogy mit szeretne, elmondta az Unió is, hogy mit szeretne, elmondták a görögök is, mit szeretnének, a két igény ez még csak köszönő viszonyban se volt egymással, ezért is volt ez a népszavazás, és akkor most folytatódnak a tárgyalások, és... Hát most más, most az IMF ugye elkövetett egy baromi nagy hibát, mert azt mondta, hogy ugye el kéne engedni a görögöknek valami brutális adósságmennyiséget, tehát le kéne írni. És ugye ezt a görögök nem hangoztatták, viszont hogy most az IMF ezzel kicsit bután előállt, így most már a cipraszék úgy tudnak oda menni, nagyon jó ötlet, hogy akkor nem a megszorításra mondunk igent, hagyjatok azzal, hogy bennünk megint akartok szorongatni, mert hosszú időn keresztül ez nem kilábalás a válságból, hanem engedjétek el országunknak a bizonyos nagy mennyiségű adósságát, 50 milliárd, 100 milliárd, 250 300. milliárd, 300 milliárd eurót, engedjétek el, mert hosszú távon az vezet majd bennünket ki a válságból. Ha megszorítotok, akkor ugyanúgy még 10 évre beleragadunk. Igen, csak ennek is milyen üzenete van, ugye, főleg mondjuk így a hitelezők szempontjából nézzük a dolgot, hogy adjátok a milliárdokat, adjátok nekünk a pénzt, aztán majd nem fogjuk visszafizetni. Hát, ha neki elengeded, akkor el kell engedni a többieket is. Bizony, aztán jönnek a spanyolok, jönnek a portugálok, hát mindenki elkezd táncolni, igen. Szóval, hogy ez nem egy jó dolog. Na, minden esetre meghallgatunk egy szakértőt, hogy mit mond arról, hogy mi történik most. Aztán kicsit elgondolkozunk azon, hogyha mondjuk Magyarországon történne egy ilyen, akkor mit csinálsz? Vagy milyen lehetőségeid vannak, ha mondjuk 3-4 héten belül elfogy az üzletekből mondjuk az étel, rabolnod kell, betörnöd kell, éhséglázadások vannak. Ez egy véglet, ide jutott tegnap a cikkírója, nyilván az Európai Központi Bank ezt valószínűleg nem fogja engedni, de érdemes megvizsgálni a szituációt, hát, hogy az ember, ha arról van szó, hogy a gyerekének, saját magának, a családjának élelmiszert kell, hogy szerezzem, és nem akarod, hogy ilyen halljanak, akkor milyen eszközeid és lehetőségeid vannak? Hát csak elvisíkol nyilván. Egy pár hónapig meg vagyunk kajába, Jani a védelmet kidolgozza, a támadó hordákat ő visszaveri. Nekem az élelmiszerek nagy mennyisége már fel is van halmozva. Hát azért mondom, hogy pár hónapig meg vagyunk. Lezárjuk a területet, és védekezünk. És védekezünk. A lényeg az, hogy kitalálja meg a fegyverszekrény kulcsát a 18. kerületi rendőrkapitánysággal először. Az a baj, hogy előbb megtalálják. Igen. Na mindjárt erről is beszélünk, de előtte megszólaltatunk egy szakértőt, András Bence, makrogazdasági elemző. Itt van velünk. Hello, jó reggelt, Bence, ciao. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hello, milyen lendületes vagy ilyen korán reggel. Ez mindenképpen jó hír. Na, mi a helyzet a görögökkel? Ma van a nagy tárgyalás, vagy ma ülnek asztalhoz egyáltalán a szavazás után először, ugye? Így van, és úgy tűnik, hogy továbbra is lélegeztetőgépen tartják a görög bankrendszert. Ugye tegnap este az LKB úgynevezett elakszűrűségi likviditási keretet szinten tartotta, és ráadásul azóta François Hollande és Angela Merkel üzenetek is érkeztek, hogy hajlandók leülni tárgyalóasztalhoz. Tehát úgy tűnik, hogy újból belemerülnek abba a hosszadalmas procedúrába. Én azt gondolom, hogy az valószínűtlen, hogy gyorsan születne egy megállapodás, annak ellenére nagyon sürget az idő, hogy a pénteken egy 2 milliárd eurós rövid lejáratú államkincstárak járnak le, ezt főleg a görög bankok tartják, amit eddig a
LKB által nyújtott el a keretből vásároltak meg. Arra még szerintem van esély, hogy ezt újra tudják finanszírozni. Ami a kritikusabb időpont, az július 20-a, ekkor egy 3,5 milliárd eurós kötvény jár le, ami az LKB felé tartoznak. Azt gondolom, hogy ez az, amire valószínűleg nem tudnák előteremteni a forrást a görögök, erre már semmilyen tükk nem áll a rendelkezésükre. Ebben már benne van az az 1,6 milliárd is, amit nem, most... Ez azon felül. Abban a hátralékban kerültek, ott most ugye több lépcsőn keresztül eszkaládik a helyzet, az IMF tulajdonképpen nem mondja azt, hogy ez rögtön csőd, bár értesítették már a Board of Governors. Innentől kezdve igazából az a probléma, hogy az IMF-től nem kaphatnak, amíg nem rendezik, vagy nem működnek együtt újra a programban, addig nem kaphatnak újabb forrást, illetve ahogy telik az idő, egyre több szankció érkezik majd az IMF felől, és a legvégső eset lehetne azt, hogy mondjuk kizerek őket az IMF tagságból, de ez még messze lenne. Most nem erről van szó, most inkább az a fő probléma, hogy a közelgő lejáratokra előteremtsék a forrást, és ugye amivel el vannak zárva a nemzetközi tőkepiacoktól, ezért erre lényegében az egyetlen megoldás az lesz, hogy sikerülne megállapodniuk az EU-s vezetőkkel, csak hát ugye most feltámaszták magukat arra, hogy nemet mondjanak, az EU-s vezetők pedig szintén arcvesztést érezhetnének, hogyha egy könnyen belemennének a görögöknek az elvárásaiba. Ráadásul ott van az a politikai kockázat is, hogyha a görögöknek mondjuk egy adósságelengedést felajánlanak, akkor ezt miért nem tették meg a spanyoloknak, vagy a portugáloknak. Ez egy nagyon fontos kérdés, azt gondolom, és lehetséges, hogy Brüsszel ezért ebben nem fog egy belemenni. Hát mert ez egy ilyen futótőz reakciót kiválthat, hogy akkor mindenki elkezd szépen finoman mozgolódni, hogy hát ha nekik, akkor nekünk miért nem? Aztán gyorsan darabokra hullik az unió, nem? Hát azért azt nem gondolom, hogy a darabokra hullanak, szerintem most sokkal jobb a helyzet, mint 2012 közepén, amikor egy hasonló ilyen tetőzése volt ennek a görög történetnek. Az látszik a piacokon, hogy azért némi feszültség van, főleg itt a perifériai országban, tehát Portugália, Spanyolország és Olaszország esetében néztük azt, hogy a kötvénypiaci hozamok miként viselkednek. Ott látszott egy ilyen 10-20 bázispontos emelkedés az elmúlt időszakban a német bundhoz képest, ami azt jelenti, hogy ők jobban drágultak az ő adósságok, ez lényegében azt jelenti, ami tulajdonképpen egy némi feszültségre utal. Az euró ugye körülbelül 1,5%-ot gyengült a devizákkal szemben egy hónap alatt. Tehát ez valami feszültség látszik, de ez közel sem akkora, mint amennyi. Mint na jó, de kiszívja meg, megint mi szívjuk meg. Mi történt a forinttal? Megint gyengült. Gyerekek, bárki fingik egyet, bocsánat, pukizik egyet, nyilatkozik egyet, hogy mindig a forint szívja meg, de tényleg, hogy miért nem hagyják azt a nyomorúságos forintot egy kicsit békén, hogy most már 316 körül járunk a dollár, 286-287, hát ez az eszem megáll, komolyan mondom, hát miért nem hagyják ezt a forintot békén? Hát ugye továbbra is az van, hogy ilyenkor az egész térséget szokták nézni befektetők, és a kockázatkerülés alakul ki, akkor általában a befektetésen nem ajánló kategóriai országokból elkezdenek kivonni tőkét, és ezek a megfordult tőkáramlások hirtelen nyomás alá helyezik a devizát. Az elmúlt hetekben egyébként nem csak az Európához képest, hanem mind a régiónban, mind a feltörekvő piaci térség túlnyomó részéhez képest is gyengén teljesítettünk. Megvizsgáltunk 18 ilyen feltörekvő piaci devizát, és abból az első és második legtöbbet gyengült deviza volt a forint, egyután az orosz rubel volt bizonyos időtávokon sérülékenyebb, mint mi. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon érzékenyen reagálunk, annak ellenére, hogy lényegében semmi közünk Görögországhoz. A fertőzés csatorna az inkább az eurozónán keresztül hatna, ha az eurozónának fájna a görögök kiválása, akkor mint nekünk a legfontosabb exportpartnerünk, ugye az eurozóna, az nekünk is fájhatna, de így ezen kívül ez leginkább azt gondolom, hogy egy ilyen piaci kockázatkerülésnek az oka, az, hogy most ennyi gyengült a forint, és nagyjából fél éves mélyponton vagyunk az euróval. Vannak belpolitikai döntések is az MNB-től azért, ami szintén gyengített a forinton. Igen. Tehát, ez külpolitikai és belpolitikai döntések is vannak, ugye kamatvágás, egyéb minden, tehát hogy itt azért van más is, ami a forint gyengülés irányába mutat. Természetesen más is, de ettől függetlenül meg a folyófizetésnél legyünk masszívan többletes, és egyre jobb makrofonokat tudunk felmutatni. Tehát a kép eléggé kettős. Az MNB-nek az intézkedése azon, hogy inkább szeptembertől, amikor érvénybe lépnek ez az átalakítás, és rengeteg az önfinanszírozási programjuk keretében igen sok pénzt áttolnak az állami piacra, azt gondolom, hogy az még egy újabb hullám lehet, ami a forintot gyengítheti. Na meglátjuk akkor, mi lesz most kedden. Hát nyilván hosszú tárgyalások lesznek, nyilván ez ma nem is oldódik meg, de hát csak lesz majd valami hát akkor megoldás. Senkinek nem érdeke, hogy Görögország elhagyja az uniót, bármennyire is jó lenne már elengedni a kezüket. A görögök se akarják, igazán csak blöffölgetnek, és az unió se akarja. Hát baromi nagy presztízsveszteség nyilván. Igaz az, hogy a távozásuk adott esetben az unióból többbe kerülne, mint a bennmaradásuk? Ezt nehéz megjósolni, ugye azt tudjuk, hogyha csak úgy néznénk, hogy kb. 360 milliárd eurónyi hitelt nyújtottak, főleg nemzetközi intézmények a görögöknek, ugye nagyjából a görög álmodosságnak a 80%-a már az EU IMF kezében van,
és hogyha úgy tekintenénk el, hogy ezt az egészet elbukják egy kilépésnél, akkor igen, ez nagyon-nagyon drága lenne, de azt gondolom, hogy nem ez lenne a reális kimenete. Tehát még hogyha ki is lépnének, én nem gondolom azt, hogy úgy lépnének ki, hogy teljesen rendezetlenül és egy ilyen káoszba fulladó állapotban, hanem inkább egy rendezett kiléphetés menne végbe. Szerintem semmelyik felnek nem érdeke az, hogy itt bosszúba hirtelen elengedje a másiknak a kezét, és történelmének történnie kell. Ha azt nézzük meg, hogy mik történtek a korábbi történelmi tapasztalatokban, amikor külön váltak különböző autóvezetek, akkor még a legrosszabb példák esetében sem volt annyira vészes visszaesés. Például a Szlovákia Csehországnál ott egy éven belül pusztán 4%-os gazdasági visszaesés volt, de még a legrosszabb példa mondjuk Argentina, aki a dollárról vált le, ott sem voltak azért annyira hosszú távon negatív hatások, pedig az egy igen rossz történet, tehát egy évig húzódott ez a gazdasági visszaesés. A görögök jöhetnek más ötlettel egyébként, a lehet a tarsolyban valami más, mint az, hogy engedjék el az adósságot? Szerinted van bármilyen B-verziójuk? Szerintem most a kiinduló helyzetük ahhoz fognak ragaszkodni, hogy egy átmeneti hitelt kapjanak, ugye 27 milliárd eurót kértek, ez egy 2 éves lejáratra, és azt kérték, hogy ezt ők most csak a lejáró adósság újra finanszírozására használnák föl, és gondolom ez időt akarnak nyerni, hogy valahogy kikényszerítsenek valamilyen átutulást. Nem feltétlenül csak az lenne a megoldás, hogy az összeget leírják, hanem esetleg az is, hogy úgy pakolgatják át a lejáratokat, tehát úgy struktúrálják át, hogy a számukra egy fenntartható költségvetési pályát eredményezzen, hogy legalább az első években, amíg lábadozik a gazdaság, addig ne jelentsen komoly terhet számukra ezek a visszatérések. Egyébként szerintem nem mondanak hülyeséget, tehát az a fajta megszorításokra alapuló politika, amit például az IMF is erőltet, azért az már sok országban bebizonyosodott, hogy hosszú távon egyébként egyszerűen nincs belőle kiút. Tehát újra megszorítások, a gazdaságot szorongatják, nincs fellendülés, az emberek nem keresnek jobban, hosszú távon ugyanolyan csődközeli helyzetbe kerültek volna, vagy legalábbis nem javult volna a helyzet. Tehát nem mond rosszat egyébként a Ciprasz, nem? Tehát például, ha ránézünk Írország példájára, akik tökéletesen betartották az ő hitelezőiknek az elvárásait. Igen, ők rendezhették a dolgot, igen. Nagyon-nagyon szép fellendülést láttunk, és azóta egyébként, ha megnézzük most ebben a helyzetben, ebben a feszült helyzetben, ők a legkevésbé érzékenyek, az ő piacaik reagáltak a legkevésbé erre a görög feszültségre. És lényegében olyan szinten vannak az ír kötvények, nagyon közel vannak ahhoz, ahol a német. Az IMF-et úgy, hogy van, utálom. A legnagyobb érszívók, tehát hogy nem kedvelem őket. Én mindig szeretem, ha valaki szembe megy velük, vagy nemet mond nekik, mert nem kedvelem. Nem kedvelem őket, olyanok, mint a kessejük. Egyébként tényleg. Tehát, hogy így... Na mindegy, jó, ez egy másik. Hát ezzel én vitatkoznék, de hát. Igen, ez egy másik történet lenne. Jó, meglátjuk, hogy mi történik. Kíváncsiak vagyunk, olvassuk, nézzük a híreket, aztán meglátjuk. Nézzük a benzinárakat. És nézzük a benzinárakat, meg szegény kis forintunkat. Így van. Bence, köszönjük, jó munkát nektek, ciao. Köszönjük szépen, András Bencével, a makrogazdasági jellemzővel beszélgettünk. Jó. Oké, na, akkor most vigyük Elvi Sikra a beszélgetést. Igen. Jó? Uh-huh. Magyarországon vagyunk. Papír ceruzát. Mi tanácsol Ciprasznak, Balázs? Tökös gyerek ez a Ciprasz. Nincs vele baj. Én egyébként nem mond hülyeséget. Én is utálom, mert... Több húzott. Oké, ott van az ír példa, de... vannak jó példák is, de tökös gyerek a Ciprasz szerintem. Kicsit fingatja a Merkeliket. Nem árt az nekik egyébként. Ez Merkel, ez most kapaszkodhatnak. Végre valaki egy kicsit megfingatja őket. Nincs ezzel baj. Mondjuk 2015 decemberre van. Igen. Aha. 2 hete zajlik... Én téged húztalak a karácsonyra. 2 hete zajlik egy nagy válság Magyarországon, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Igen. A bankból már nem kapsz csak mondjuk 30 000 forintot hetente, leállt az export, leállt az import, körülbelül 2 hét múlva, amit az Index cikk írója is ír egyébként, elfogy az áru a boltból, és nem fogsz tudni, mit vásárolni. Legyen már január, pont december, igen, karácsonyra teszed tönkre az egész országot. Az a nagy buli. Az az igazi karácsonyozni buli. Mindenki tud. Mit csinálsz? Honnan szerzel élelmet? Most nézzük végig. Nyilván nem lesz a készséglázadás a Görögországban, de nagyon helyesen és jól volt levezetve, hogy mi történhet, és mi történne, ha mondjuk ez megtörténne, hogy hogy jutunk el odáig. Tényleg ott vagy, hogy már nincs kenyér a boltban, már nem tudsz mit venni, otthon vagy, elkezdenek kifogyni a készleteid. Mi történik? Nem akarsz embert ölni? Ölsz-e embert azért, hogy a gyerekednek mondjuk tudja lenni? Megtámadsz egy boltot, betörsz-e? Ha betörsz és valakivel birkóznod kell, vagy fejen kell vágnod egy tégláért, hogy az utolsó konzervet elvett tőle, hogy a gyerekednek oda tud adni, fejen vágod-e?
mit csinálsz, hogy csinálod. Tessék, mindenki játszon el ezzel a gondolattal. Na, ez egy érdekes helyzet. Az első, ugye, hogy megpróbálom megközelítem Feriék lakását a kerékpárommal. Most várjál, most próbáljuk meg nem mit csinálsz? Ölsz embert azért, hogy gyerekednek tudjál lenni adni? Ha mondjuk egy ilyen történne valamikor, hogy jutunk el odáig? Milyen eszközök vannak a kezedben? Elég szerzel magadnak? Nem kell ölni. Betörsz? De szerintem, ha a családod éhezik, és ott van mondjuk a két síró gyereket, hogy apa, nem ettünk három napja. Oké, hát apa, nem ettünk kettő napja. Ott igen. Állsz mondjuk a lakásban. Mit csinálsz? Hova indulsz? Kimész vadászni? Nem mész ki vadászni. Boltban nincs már semmi. Elfogyott az élelmiszer, elfogyott a kaja, fölvásárolták a hosszú lejáratú élelmiszereket, mindent. Tehát nincs semmi a boltban. Tehát valamelyik családnál lehet. Tehát valahova el kell menned. Aha. És amire te beszélsz, az a KGST. Az a gumáruház Moszkvában. Nincsen. De hát mindent fölvásároltak. Én azért ezzel a vadászattal megpróbálkozni. Mivel? A halmi dűlőn. Mivel? Nincs egy beled. A régi Cefregyár környék, de van egy légpusánk, Szlávia 630-as duplarúgós. Tehát reális az, hogy egyébként miközben emberek jönnek, mennek, az autók már nem járnak, rohangálnak, mindenki megy ide-oda, te ülsz egy kövön és várod az őzet, hogy lelőd egy söréttel. Szerintem az az egyetlen a korrekt járható út. Nem korrekt az a betörés. És nyilván betörnék. Akarsz ilyenkor maradni? Cél az, hogy korrekt maradjál? Hát most meg tudod, nem az a cél, hogy te korrekt maradjál. Ez egy nagyon-nagyon durva forgatókönyv, és szerintem az, hogy mit tudom én, lopsz, betörsz, akármi, az egy dolog, az nyilván benne van. Ez csak egy elvi kérdés volt, hogyha azon múlik, hogy a gyerekednek tudjál mondjuk enni adni, hogy valakivel össze kell verekedned, és fejbe kell vágni, vagy lopsz-e, vagy betörsz-e. De hogy hova mész? Az üzletek üresek. Hát elkezdem járni a budai utcákat, és ahol nagyon nagy ház van, ott biztos sok mindent felhalmoztak. Betörsz egy budai házban? Szerintem betörsz. Vagy ha meghallasz egy fülest, hogy ő nagyon sok mindent meg tudott venni magának. Nem tudom, ha a Velencei tónál ér, ugye ez akkor a sztori, lehet. Akkor például ott el vagy horgászatból. De egy halat enni mondjuk egy hétnél így tovább, azt szerintem 80 ezer horgász a Velencei tó partján, hát az biztos, hogy mindenki elkezdene horgászni. Ha ennyire sarkos a helyzet, szerintem... Nem tudod használni a bankkártyádat, nincs pénz, elfogyott a készpénz, nincs senkinek pénze a családból, nem tudsz már megvenni. Ha meg nem is tudsz rajta mit venni. Nem tudsz rajta mit venni, de nem jutsz már hozzá a pénzedhez, elfogytál otthon vagy, elfogytak a készleteid. Kész. Tudod, hogy még három napig van élelmiszered otthon, és vége van, és van otthon kettő gyerek. A szomszédban három, a szemben él a lakásban négy gyerek. Ott már téged se vigasztalának a sztori díjaid. Hát, azokat próbálnak egyet kenyeret. Azokat próbálnak. Elmész betörni? Anarchia szerintem, minden felborulnak, mindenki egymásnak esne. Biztos lehetsz benne. Milyen logikus emberi magyarázatot tudsz arra adni, hogy ne törd be valahová, mert éhezik a gyereked? Vagy ha éhezik a gyereked, akkor ne törd be. Tudsz erre mondani bármilyen magyarázatot? Nincs magyarázat. Nincs. Biztos vagyok. És ha betörsz, ha már betörsz, és mondjuk egy másik ember is pont oda akar betörni, vagy otthon van a ház gazdája, akkor verekedés, sőt tovább megyek, ott ember élet fog. Érdekes élethelyzet. Biztos vagyok benne. Sőt, nagyon kemény. Nagyon kemény. Hát nem nagyon, nem, én sem tudom elképzelni. Nehéz ezeket lenne. Csak kérdem, nem tudom, hát hogy mit pont csinálni. Azokat a helyeket kellene kerülni, amik egyébként egy alapból mindig az embernek az eszébe jutnak. Tehát mit tudom én, nagy áruházak, bevásárlóközpontok, stb. Oda fog menni a legtöbb ember, mert azt gondolják, hogy ott van felhalmozva. Ezeket valószínű megrohamozzák, és ezeket valószínű föltörik és kirabolják. Nem? Tehát ezek elviszik, látsz üres dobozokat, néhány összetört plazma tévét, három rádiót, amit felrúgtak, kifosztott húspultokat, és tulajdonképpen üres az áruház, nincs bent senki. Filmekben nagyon sokszor látott már az ilyet az ember. De, nem? Hát az klasszikus jelenet, ugye? Hát, és nem csak filmekben, hanem akár híradókban, és emlékszem, hogy Argentinában volt egy pár évvel ezelőtt olyan helyzet, láttam egy ilyen egészen megdöbbentő felvételt, amikor egy lószállítót támadtak meg, emberek, de úgy, hogy eltorlaszolták az autópályán az útját a kamionnak, leszették róla a lovakat, és még ott az autópálya mellett elvágták a lovak torkát, és feldarabolták őket, és vitték ezzel fel. Igen. Igen. Na ez mutatja azt, hogy el se tudod képzelni, és mire vagy képes szerintem, ha azon múlik, hogy mondjuk a családod életben maradjon. Tehát nyilván most az ember tudatosan persze nagyon messze vagyunk ettől, meg nincs erről szó Görögországban sem, csak az ember eljátszik a gondolattal, hogyha egy ilyen mondjuk 10-20-30 év múlva valamikor esetleg megtörténik, milyen eszköz van a kezedben, hogy megvéd azokat, akiket szeretsz, vagy életben tartsd azokat, akiket szeretsz. Elkezdem visszapörgetni a Robinson történetet, hogy hogyan kezdett el megélni. Nem hiszem, hogy Robinson történetet pörgetnék. Igen. Hogy szedett? Hogy az olvasószobából a második polcon vedd le a Robinson-t, hozzi le apádnak, olvasunk! Hogy volt egy marék búzája, és értem el. Ha igen, hogy Balázs felhívná Pákot. Pákó, Pákói projekt.
új projekt van, bátor a neved, Péter, gyere át hozzám! Csak érted, abban volt az, hogy egy marék gabonája volt, és elkezdett, és 5 év múlva lett belőle kenyér. Igen, csak addig az volt a szigetem, hát, és senki nem akarta bántani. Itt viszont van egy dühös szomszéd, aki ugyanolyan rohadt éhes már egy héten belül, mint te. Na, kiköltözöl tanyára, és elkezdesz, nem tudom, mezőgazdasággal foglalkozni, és marha nagy bajban lennénk mindannyian. Mondjuk nekem vegaként Feri mellett viszonylag könnyű lenne, mert ő nem hajlandó hozzányúlni a bulgurhoz, a hajdinához, a csicseri borsóhoz, stb., ha nincs mellé hús. Hegyekbe állnak otthon, érted? És nézd meg egy ilyen teljes leállást. Tehát akkor leállnak a közműszolgáltatók, ugye akkor egyszer csak más veszed észre, hogy nincs áram mondjuk, mert nincs, aki áramot szolgáltasson. Még az a legkevesebb. Víz, az áram az ugye, hát sötétben azért éjszak, amikor hallott, hogy a lakásod körül már azért úgy 3-4-en neszelnek és jönnek be, mert mondjuk olyan környéken laksz, hogy jó, de neked hatalmas mennyiségű parti fákja van felhalmozva. Tehát nálad van felhalmozott készlet. Csak játsszuk el a gondolattal, hogy 2 hét múlva mondjuk sötétben ülsz már a családoddal, ha társas házban laksz, magadra zárod az ajtót, de a kertesház, tanyavilág, családi ház nem megnyugtató azért sötétben ülni, úgy hallott, hogy jönnek, napelemes töltő, egyébként rabolni. Napelemes töltő, elemlámpa egy ideig. Oké. Aztán leáll a gázszolgáltatás, aztán leáll a villany, szépen lassan, minden fokozatosan leáll az országban, tehát kvázi az ország működése az szépen lassan rájönnél, meghal. Rájönnél, hogy nekem volt igazam. Én az összes benzinkutas akcióra rárepültem, tele vagyok jobbnál jobb, svájci bicskákkal. Egyébként átkoznám magam, hogy legalább egyet nem kértem tőled, mert én olyan hülyén állnék ott, hogy nem is tudom, hogy mit csinálnék. Elfogy a benzined. Nem tudsz menni autóba ülni, hirtelen a távolságok megnőnek. Ugye? Mi történik? Ahova eddig A-ból B-be átmentél, automatikus volt, az 10-20-30 kilométerre van tőled, az anyád, az apád. Mit mondasz neki? Indulj el hozzám? Én induljak el hozzád, hogy a család legyen együtt, találkozzunk valahol és menjünk haza? Vagy tudod, hogy az anyád valahol most küzd, most persze nem jön át az anyósod! Az anyád küzd valahol, hogy életben maradjon, és ami minden hétvégén teljesen rutinszerű volt, hogy átmentetek hozzá, az most 15 kilométer. Mm-hmm. Nem indulsz el, mert nem hagyod otthon a családodat. Vagyis az anyád is küzd valahol, meg te is. Egy városon belül vagytok, de nem tudsz vele találkozni. Mert mondjuk elválaszt benneteket 15 kilométer. És nem tudtok kommunikálni. Kommunikálni se tudtok nagyon. Egy idő után meghal a telefon, leáll a szolgáltató, nem tudsz fölhívni, nem tudod, hogy életben van-e, nem tudod, hogy mi van. Klasszikus filmszerű állapotok egyébként. Tessék? Küldj egy hollót. Ritkán. Már nálam igen. Nem tudom, ti hány küldhető hollót tartottak. Náluk van három, van most. Igen, adjál már. Nálam most egyelőre, hát még nem küldhető hollók vannak, küldhető még nincs olyan állapotban egyik se, hogy küldeni. Igen, keresztapám galambászt, tehát, hogy nálunk a családok belül van rá lehetőség. Szóval érdekes élethelyzetek ezek. Hogy látod, amit a vidék sokszor filmekben láttunk, nehogy aztán egyszer valóság legyen. A vidék ilyenkor mennyivel erősebb lesz? Mikor a vidék ilyenkor bőven legyőzi a fővárost. Amikor ugye összedől az a rendszer, amivel most élünk, ez a technológia. Így van. Ott azért sokkal-sokkal több a lehetőség, meg a családok közelebb lakik a falun belül vagytok, akkor nincs az, hogy nem látod az anyádat, mert 20 kilométerre hát ér. Igen. Hát ez hányszor lehetett olvasni, meg egyébként nem csak mit tudom, egy szép irodalomban, hanem mindenféle biográfiában, vagy mondjuk József Attila esetében, hogy 20-as, 30-as években vidékre küldték le a városi bizony, gyerekeket, hogy egy kicsit higgyzzanak. Szedjék össze magukat, mert ott volt, a városban pedig nem volt. Igen, vidéken később fog elfogyni. Igen, na meglátjuk, mi lesz a görögökkel. Játszunk egy picit, jó? Ha valaki játsza Nóven bácsival, Beru nénivel írjon nekünk SMS, mi pedig jövünk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 óra múlt 48 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Roxette egyik legrosszabb száma után itt vagyunk, de szeretjük őket nagyon. Igen. Egyébként barom jó a Roxette, csak ez egy kicsit ilyen altatóbb. Melyik a legjobb? Tessék, nincs nagyon jó vagy legjobb, hát sok jó van. Nagyon jó Roxette dal nincsen, de mindegyik egy kategória, nem? Vagy az sok-sok ütemes, dallamos, jódobos Roxette dal van, ez egy kicsit olyan kis altató dalom volt. Nem rossz, de én például meglehetősen távolságtartó vagyok az olyan dolgokkal szemben, amikben salalázás van, nananázás van és hasonló. Mert ott egy picit érzem az alkotói válságot mindig. Ott még hiányzott két sor, és azt mondja, hogy tegyük egy la-la-la-la-la. Oda betették ezt a Az univerzum legnagyobb blöffje volt az a dal, de egy világ szerette, és óriási sláger volt, nem is tudom, kik voltak az előadók. És tulajdonk, hogy énekelted a közösség, és most mindenki egyszerre na, 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 jó van még. De tudod, hány ilyen dal van, ahol nálánaznak? Mert tudják együtt énekelni. A szöveget nem tudtad még megtanulni, ugye, amiből idéztél, az az apám hittát, milyen hosszú dal azért, hát sok mondani valóval, és a végén összekap a
Na na na. Na 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 na. Pedig ott azért volt egy szövegírói véna is, ugye? A testvérpár között az egy. De már kiírta magát az elején. Igen. Ez melyik? Figyelj, ez a te nagy sorod. Várjál. Ha eddig jó, hogy zenéjük is sokat gondolkoztak. Ez az. Emlékszel erre az, hogy ne? Come on. Mondjuk 100%-ig biztos vagyok belőle, hogy a salalánánáná, és a többi dolg, ezek biztos, hogy valami, hogy hívják valami, egy biztos, hogy egy rockstárnak kellett kitalálnia, mert az ilyen szövegekhez lehet inni is. Tudod, ezt nem felejted el. Itt bármit énekelsz. Nagyon a hibázol, az se tűnik föl senkinek egyébként. Jó, oda volt ez. Na jó, van, játszunk Oben bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia. Detti, hello Detti, honnan hívtál minket? Tátról. Tehát más. Igen, már találkoztunk, amikor volt itt az a házátadás, és fotózkodtunk is. Tényleg? Ott voltál a házátadáson? De jó. Igen. Használják, jól vannak? Hát biztos. Ja. nem lakik ott szegény. Igen, hát csak gondoltam, hogy olyan kis hely az a tát, hogy úgy látjátok igen, őket. Igen, tudom, hogy jól vannak. Jól vannak, áll még a ház, megvannak, minden rendben van velük. Igen, én úgy tudom. Jól van. Oké, na figyelj, Detti, mutatjuk akkor, hogy mit csinál Oven bácsi Berunéni, jó? Jó. Mékkasban vannak, születelnek. A mézet gyűjtenek, persze. Készülnek az ínségesebb időkre. Na figyelj, jön egy rövid részlet, ez egy filmnek a betét dala lesz. Jó, figyelj. Okay. Yeah. Nagyon könnyű. Így van, ének az esőben, hát ez ilyen könnyű volt. Ezer éves film, de mindenki ismeri. Mindenki tudja, miről van szó. És bepisítsd tőle, ha sokáig hallgatod. Ja, igen. Ugye? Jó, nincs ebbe több zsűr. Oké, na, Detti, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, az. Neked ügyi vagy. Nagyon jó. 52-es a film. Atya úristen. 52-es. Atya úristen. És senkinek nem tanácsolom, hogy utána csinálja. Utána csinálja a főhősnek ezeket a mutatványokat, például a vizes villany oszlopon pörögni. Ne csináljátok a filmben szereplő úriember kaszkádőr. Otthon ne próbáljátok ki. Na, köszi Detti játékot, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Én is nagyon szépen köszönöm, és vigyázzatok magatokra ebben a nagy melegben. Nagyon, sokat sok folyadékot ígyunk, ugye? Igen, okay. Hát mindenképpen. Izgulsz értünk? Hát, hogyne? De aranyos vagy, jól van. De reggel titeket hallgatlak, függő vagyok. Vigyázz magadra te is, köszi a játékot. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Hello. Az írva, hogy a Denisnek is van egy ilyen dala. Elegem van. Az a dal. Nagyon nagy. Azt nem ismerem. Na jó van. 7 perc, pontosan 8 óra, nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt. Mi a helyzet az utakon? Ki hogy bírja a meleget? Van esetleg nagy baleset? Ne adj Isten, vagy bármi más, ami hatással lehet hallgatóink életére. Baleset a 7. kerületben a Nagy Diófa és a Rákóczi sarkán. Már most alakul a dugó. Egy autó felborult. És igen, ez a Rákóczi úton van, lehet, hogy ez ugyanaz. Igen, ez ugyanaz. Baleset a Rákóczin a Blaha felé, egy autó felborult, hatalmas lesz a dugó. Nem sokára Andi küldte nekünk. Pesten a Dunapláza előtt a kifelé haladókat mérik. Linda küldte, valamint az M3-ason van egy baleset Miskolc felé a 68-as kőnél. Méghozzá a belső sávban Gyufa írta nekünk. Mennyivel lehet menni most a Rákóczi úton? Van 50-nel, belvárosban 50-nel. Azt valaki mondja meg nekem, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy 50-nel boruljál. Nagyon-nagyon nagy. Ha csak nem jön beléd oldalról egy kamion. Patka?
50-nél én nem tudom, megdobhatja annyira? Én nem mentem még föl 50-nel a patkára, de az olyan nagyon... A Pirog Gabi meg tudja csinálni. Jó, az más, hogyha akarod, érted? Tehát, hogy akaratlagosan hát lehet. Ja, lehet, kicsit feldobja az unalmas reggeleket. Nagy mutatvány kell, hogy végre, hogy tök egyenes úton felboruljál egyébként. Én is azt érzem, hogy ott valamit nagyon el kell kapálni ahhoz, hogy ez fejére álljon az autó. Na, minden esetre ott dugó van, úgyhogy vigyázzatok, jó? 5-8 óra, jövünk Ákos idejú, nem? Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És folytatjuk friss közlekedési hírekkel, egy jó kis Aerosmith után. A jók, ők. Kellemes az Aerosmith, nagyon nagy banda. De nagyon tudnak muzsikálni. Hát meg hogy tartják magukat? Hát azért. A sok kábítószer az egyben. Meg kéne nézni azért azokat a dátumokat, születési dátumokat, szerintem bármelyiknek cserélne. Ott egy-két emberrel. Kicsit nőiesedik Steven Tyler. Ja, Steven Tyler, nem, inkább a Joe Perry-re gondoltam. Volt igazán férfias. Inkább rá gondoltam, mint a Steven Tyler-re. Volt a Steven Tylernek férfias időszaka? Hát nem emlékszem. Nagyon nem. Nagyon sosem volt igazán férfias. M7-es tökéletes Balaton felé nincs már dugó, nem mérnek Balaton világosig, Miki küldte nekünk. Aztán Zalaegerszegen a Balatonról 74-ese a kihajtónál a várostábla után van egy trafikkontroll, mindenki vigyázzon. Derecskén a Debrecen felé tartókat mérik a csikos autóból. Dusika üzente nekünk, a Rákóczin a Blaha felé egy autó felborult, és ott is nagy a dugó. Andi küldte nekünk, köszönjük. Pesten a Dunapláza előtt a kifelé haladókat mérik, Linda üzeni. Valamint az M3-ason van egy baleset, Miskolc felé a 68-as kőnél a belső sávban, ezt Gyufa üzente nekünk, a 4-es úton a 34-es kilométernél KPM Fesztivál, és az M7-esen a 42-es kilométernél szalakorlátnak csapódott egy kocsi, Siófok felé, lehet, hogy ott is még tart a helyszínelés, úgyhogy menjetek egy kicsit óvatosabban, és mindenki vigyázzon. Na! Azt mondja, hogy nagyon rosszul vagyok, ráza hideg és hány ingerem van. Napszúrás. Írja valaki nekünk. Klasszikus napszúrásos tünetek. De ma? Igen, még tegnapról. Tegnap kapta tegnap és ma jött ki? Igen? Eddig aludt és nem érezte. És most reggel megérkezett. Aha. Hát, mit lehet csinálni egyébként a napszúrásra? Jeges fürdő? Aha. Uh-huh. Hát ott már se fekszel, hány sűrös szobában vagy, ott már olyan nagyon sok minden nem tudom. Jeges fürdő segít? Állítólag igen, csak hát ki az, aki ezt elviseli? Fizikailag azért feküdj bele egy jeges fürdőbe, azért ez konkrét fizikai fájdalom. Gyerekek, ezt a repülős gizit nem lehet valahogy lekapcsolni most már végre? Most már tényleg mondom, tehát egy ideig szórakoztatott, engem is szerettem, meg úgy nevetett rajta az ember, de hogy most már azért a sokadik családot károsítja meg, lopja meg. Tehát én értem hogy aranyos, meg idős, meg kedves, meg kleptomániás, meg nem tud erről leszokni. De hogy a középkorban élnénk, a Gizinéninek már nem lenne nagyobb mivel lopni. Nem érte volna meg ezt a tízes kort. Tehát nem érte volna meg ezt a szép kort. Így van. A Szent László idejében viszonylag gyorsan leintézte. Már csak szájjal tudna lopni. Tehát, hogy miért nem tudnak vele valamit csinálni? Mert ideig vicces, meg aranyos, meg persze, de helyes, meg lop, meg idős néni, meg ne haragudjunk rá. De most megint bement valahova, egy-két héttel ezelőtt megint lopott valamit, és azért, ha te vagy az a család, akihez bemegy, meg a te értékeidet, tulajdonodat lopja, nem lehet ezt a mamát kivonni valahogy a forgalomból? Nem vicces, ő nem menő, ő egy idős bűnöző, semmi több. Hát beteg, szerintem. Jó, persze. Ma ezzel nem védeni akarom. Ez csak egy rafkós öreg lány, és persze, megetett mindenki. De nincs ilyen, hogy ezzel nem állsz le. Tehát itt valami komoly betegség lehet. Hát már börtönbe volt, kijött, már megfenyegették, már visszafizette, visszaadta, meghurcolták, megalázták, kitoloncolták, visszajött. Magyarországon nem lophatott, ment repülővel lopni, könyvek születtek róla, de én nem hiszem, hogy azért csinálja, hogy róla írjanak. Akkor megélhetési? Nem, szerintem beteg. Aha. Szerintem, amit te is mondasz, hogy ő egész egyszerűen tényleg van beteg. Jó nyugdíja. Hát nem tudom, hogy erre adnak-e nyugdíjat, hogy végig loptad az életedet, szerintem nem. Azt hiszem a Winona Ryderről volt egy darab. Igen, mindenki őt mondja. De hát ott is neki igazából nincs szüksége arra, valószínűleg azért ő neki van egy kis cash ott. Jó, én most nem ismerem a repülős Gizinek a filmográfiáját, hogy ő egyébként minden játszott, még ilyen blockbusterekbe, és hogy mennyi pénzt gründolt ebből össze, de Winona Rydernél azért volt előzménye ugye az ő sztárkodásának, vagy sztárságának, meg a világhírének, tehát ott biztos, hogy nem.
Na. Napi betevőre kell. Hát kellett. Akkor ő is beteg. Ugyanúgy a repülős Gizi is beteg. Lehet, hogy egy feltűnési viszketegség. Ő direkt úgy lop, hogy le is bukjon. Nem, ezt nem hiszem. Nem. Mert akkor szerepelne újságokban, szívesen nyilatkozna, de baromi nehéz a nénét megtalálni. Nem nagyon nyilatkozik. A nyilvánosságtól visszavonulva érdekélik. Mi csak RTL-es műsorban próbáltuk őt valahogy beszervezni, még annó régen a Balázs is, hogy jöjjön be, beszéljen róla, de nem, az unokái, gyerekei szégyellik is kicsit, meg úgy nem is nagyon akartak ők se megszólalni, még lenne egy ilyen nagymama, hát valószínűleg én sem nyilatkozom alára magam, hogy igen, hát a drága mama megint bement, itt megint ellopott valami, de hogy a nénik nagyon súlyos beteg, az egészen biztos. Tehát nem hiszem, hogy ezt egy életen keresztül csinálod úgy, hogy nincs valamiféle kis ferdülés, vagy valamiféle betegség. Valószínűleg kleptomániás, ez egy létező betegség. Tehát nem tudsz azon uralkodni, hogy ne lopjál valamit. És ott mi ott a megszerzés? Tehát ha kleptomániás vagy, akkor abban mi az izgalomfaktor? Maga a lopás, hogy ott lebukhatsz, vagy a megszerzés? Érted? Mert azt lopom el, ami nincsen. Nem tudom, hát szerintem a lopás. A lopás maga, az adrenalint keresi. Igen, és hát ugye az ő korában még nem volt bázisugrás, és akkor ő azt választotta. Igen. És igen, még nem tudott elmenni. Menjen be a bikák közé. Tandemet ugrani, bázist ugrani, igen. Amúgy sokszor, aki kleptomániás, ez nem is feltétlen mindig értékes dolgot lop. De nem arról szól, hogy ő megkárosítson téged, és a Rolexedet, vagy a telefonodat vigye el. Tehát tök értéktelen dolgokat is visznek el egy csomószor, mert maga a lopás az, ami ahol kielégül a szenvedély. És ez sokszor teljesen értéktelen dolgokról szól. Nem mindig olyan helyekre mennek be, ahol tényleg baromi drága dolgokat visznek pont el. Pont a Winona Ryderről volt szó, ha már megemlítettük, hogy ő se, mit tudom én, Louis Vuitton táskát lopott, hanem 10 dolláros pólót. Amit meg tudott volna venni. Igen. A múltkor azzal bukott le, vagy pár évvel ezelőtt. Igen. Azt mondják, hogy ennek van egy olyan pszichológiai magyarázata, ami tulajdonképpen arról szól, hogy te magára a lopásra rákészülsz. Rákészülsz, erős izgalmi állapotba kerülsz, kitalálod, egy csomó stressz hormon, meg örömhormon termelődik a szervezetedben, majd elmész lopni, majd végrehajtod azt a mozdulatsort, és a lopással jön maga a kielégülés. Aha. Tehát ott történik meg az oldódás, a kielégülés, a boldogságérzet, hogy sikerült. Aztán megint újraindul az egész a hiány, fellép, jön a stressz helyzet, meg kell oldani, el kell lopni, egy csomó biokémiai anyag termelődik közben a szervezetedben, majd megint elloptad, örülsz, meg van kielégülsz. És aztán keresed az újabb kielégülést. De erről nem szól küldi alapjában véve. Tessék? Amit ellopod, akkor utána miért nem küldi vissza? Hát szégyellik, eldobják. Hát visszaküldeni az szégyellet, hát nem küldöd vissza. Hát ugye azért ők nem szembesülnek ezzel, tehát nem írnak egy levelet, hogy Winona Ryder vagyok, elloptam önöktől a H&M-ből két női bugit, egy fél pár fehér tornacipőt, meg nem tudom, tehát most én ezt visszaküldöm. És eldobják, elküldik, elajándék. Tehát nem biztos, hogy ők ezt megtartják. Szerintem a Gizi se tartotta meg eddig. Nem tudom, hogy a lakás egyébként tele van. Igen? Persze, tehát hogy azért tudod így, jaj, csak most véletlenül készpénzt találtam ott, most véletlenül ékszereket találtam ott, na most azért vittem cselök. Nekem igazából ez csak egy betegség, egy mánia, egy higgyék el, hogy csak az izgalmat keresem az egészbe. De azért hát véletlenül érted, nem ahogy hívják, ott viszi el a rakéta porszívót, hanem a betétkönyvet. Jó, ő mondjuk megélhetési is. Na azért, persze. Tehát, hogy ebből él? Igen. Uh-huh. Hát főleg, hogy szerintem nincs nyugdíja. Profitól vagy, hát. Hát profinak nem tudom, mennyire profi. Nem rossz. Nem hát, tudjuk, hogy mennyit lopott egyébként. Tehát a lebukásokat tudjuk, és lehet, hogy két lebukás között, mondjuk három évente olvasol egy cikket. Igen, lehet, hogy közben is egyébként. Meg hát a profi alatt nem a minőséget értem, hanem azt, hogy ebből él. Hát, hogy főállás. Igen, ő volt már áruhába ment be, volt már, hogy összetévesztette az unokáját, a rossz lakásba ment be, és azt hitte. Tehát olyan dumákat nyom közben, hogy az világbajnok. Tehát amit ő kitalál, hogy azt hittem, hogy az én lakásom, az én házam, rossz helyre mentem be, az unokám összekeverte. Tehát mindig mond valamit, a mama egyébként teljesen beszámítható. Persze. Meg a taktika évről évre változik. Hát ugye azért 20 évvel ezelőtt még nem nyomhatta el ezt, hogy kedves idős néni vagyok, megszomjaztam ebbe a nagy hőségbe, tudnának adni egy pohár vizet. Nyilván ezt nem tudta még 2-3 évtizeddel ezelőtt elnyomni így, mert senkire. De hát viszonylag fiatal tetszik még lenni néninek, ugye kicsit kilóg a lóláb. Én azon gondolkozom, hogy van most hazamegyek, és ott van egy 89 éves nő, aki mint Yoda éppen térdel bent a szekrényben, és készül meglopni. Mit csinálsz? Nyakon vered?
Kitessékeled? Ja, felhajtod a tunikát. Felhajtod a tunikáját, és azt mondom, nincs itt a Viki, idősebb velem, mert az én házam, az én várom, Feri. Szemed fogad fogért, ha tőlem lopsz, én is elveszek tőled valamit, az ártatlanság. Magánügy, hát kinek miközben hozzá, Feri? Megyek csak, Balázska, megyek csak. Még egy óráig jogázik, addig elkapom a mamát. Jöjjön csak, mama. De mit csinálsz vele? Jön az adre. Ezt lopd el, mama, ha tudod, ezt lopd el. Na jó, szóval, mit csinálok vele? Mit csinálok vele? Kitessékelem? Aha. És azt mondom, hogy jaj, életem, hát rossz lakásba, rossz házba tetszett bejönni. És ahol hazamész, és ott éppen vagy csak otthon vagy, de nyitva van a bejárati ajtó, és egyszer csak azt látod, hogy egy idős helyes néni ténykedik az előszobádban. Azért. Tessék, nyilván nem pofozod meg, nem küldöd ki, még csak nem is gyanakodsz arra, hogy valószínűleg lopni jött, öreg, szenilis, rossz helyre jött. Ez az egyébként, hogy rögtön elkezdesz gondolkodni a sztereotípiák alapján, hogy biztos beteg, szegény, és rossz helyre ment be, és most azt hiszi, hogy otthon van, és azért van most könnyékig ott, ahogy hívják a között, a herendik között. Hiszen ugyanolyan komódja van, mint a Balázsnak, nem? Hát nyilvánvaló. Nekem sok komodom van. Most már mondtam valamit, hogy tök mindegy, kis szekrény. Kredenc. Ezért kell jól megválasztani az áruhát, vagy pedig vagy gyakorlatilag az alkalomhoz öltözni, mert hogyha mondjuk egy Halloween-be van, akkor simán elhitetheti veled azt, hogy ő ténylegesen beteg, és szegény elszökött valahonnan, vagy eljött valahonnan, és azt se tudja, hogy hol van, és mit csinál. Tehát bemegy egy társasházba, fölvesz egy Halloween-et. Igen. És? Elkezd ott kutatni a cuccok között, és ha ne adj Isten tetten érik. Na mit csinálok vele? Nem bántom. Kitessékeled a lakásból. Az egy kicsit áttapogatod, megnézed, hogy van-e nálam valami. Na, már megint ez a tapogatás. Jó, hát nekem ez a granny vonal, ez erősen bejön. Hát most ezzel nem tudok mit csinálni. De nyilván nem is jut eszedbe, hogy lopni jött a néni. Nem. Tehát Gizinek az elmúlt 20 évvel ez a legnagyobb előnye, hogy nem gondolod róla. A ruháid között. Hát most nyilván, ha igen, hát egy balta áll ki a bejárati ajtódból, és bent ketten matatnak símaszkban, azért nem gondolt, hogy csokom. Tetszik valamit keresni. De ha mit nyitva van a lakásajtód, szellőzted, társasház, panelház, és valahogy belép egy néni, ahogy csinálja a panelházakban, csak belép, bekopog, nem nyit senki ajtót, kinyitja, előszoba, kiveszi a pénztárcát, a kabátban már ott sincs. És ott kapod rajta. Valahogy ki kell csalogatni a házból. Hogy várjál. De hogy kicsalogatni? Hát úgy, hogy fütyülsz, ha, nem, ha például... Erre csörög a dió. Nem szerintem, hogyha például megérzi a cikória kávé és a koktélkréker illatát, akkor biztos, hogy kimegy a kertbe. Csak, hogy a sztereotípiáknál maradjunk. Hogy akkor a koktélkrékere kijön? Aha. Azt szereti, az még a régi gyerekkori emlékek. Ezért megmondja, hogy Gizi a mi nagymamánk lenne? Ne, légy színe. Tehát, hogy nem ismerek bele gondolni, annyira kellemetlen lenne. Nem, hogy elmész, szörnyű vagy ciki. Átjön hozzád, vagy te mész hozzá, és megmondom, mama megint lopott. Vagy nem magázod, vagy mama megint loptál, vagy Nagyi megint loptál. Ne csináld, ne lopjál. Jaj, emlékszem azok nem a régi szék nyarak, amiket a mamával töltöttem, emlékszem, hány vikendházat felnyomtunk együtt a Velencei tó partján, tudod? Hát ez arról milyen gyerekkori emlékek jutottak eszembe. Még pici voltál, csak fogtad a kezem, álltál ott a kert előtt, nem mertél bejönni. Sütött nekem rácsos linzer. Ez nagyon-nagyon kell. Szerintem Gizi gyerekeinek és unokáinak nagyon sem jó ciki. Ez. Tehát, hogy ők szerintem próbálják a Nagyit azért így leadni, meg így elfelejteni, meg úgy finoman lehet, hogy azért szeretik a nagymamájukat, de közben azért a pokolba is kényeket. Van egy, az egész ország ismeri a nagymamádat, aki mindig mindenhol lop. Nem? Nagyon kellemetlen. És most figyeljetek, és lehet, hogy én emlékszem rá rosszul, de bármikor, amikor láttam ezt a hölgyet a televízióban, meg amikor ki tudtak belőle préselni egy-két mondatot, stb. Ő nem ez a kedves idős néni volt, aki olyan cuki, és a nagymamád jut róla az eszedbe, hanem nem, egy ilyen mogorva öregasszony volt, aki kikéri magának azt, hogy őt vegzálják. Azt írva, hogy repülős Gizi fia börtönben van, mert Harasztin feltörte a házakat. Hát figyelj! Hát azt érted. Hát érted, én lekvárt főzni tanultam. Meg hogy ilyen tojáshabból, cukorból, ribizliből, hogy hívják ott habot kész, hát ő meg ezt. Hát most érted, kinek milyen volt a nagymamája. Igen. Bianca azt írja, hogy hívjuk föl, mert hogy a nagymamája mindig lop mindenhol. Itt van velünk Bianca. Hello Bianca, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello! Lop a nagymamád mindig mindenhonnan? De ne tudjátok meg, annyira ciki. Ne csinálj, de mit csinálj? Elmentünk az A nevezetű hipermarketbe,
Vásárlunk a pultok között, és akkor meglátott ilyen kis feleseket dobozba. Látom, hogy figyeli, meg nézgeti, azt mondja, jaj, de kis aranyos, meg minden, jó. Foly, hazamegyünk, pakolunk ki a szatyrokból, és látom, hogy még hopp, előhúz kettőt. Tehát nem a dobozos, hanem így belőle kettő kis felest. Mama finoman ráment a felesre a hiperbe. Hova rejtette, vagy hogy vitte ki? De tök mindegy, lehetőséget látott arra, hogy lopjon. Tehát neki tök mindegy, hogy mi az. Például hazajöttek Ausztriából, a sztori az volt, hogy ő hozott egy kis licsit. Igen. Na, esszük, azt mondja, képzeljétek el, hogy ez csak ott ki volt oda rakva, mama, mondom, nem árulták, is tandolták. Hát lehet, ő mindig arra ment, és egy-kettő zsebre tett. Hát, nyolc körrel egy kiló licsit becsákolta a mama. Hát egy fél kilót hazahozott. És csodálkoztatok rajta, hogy még decemberben is van. Na, még egy kis licsi Ausztriában. De egyébként akkor ő neki, ahogy így elmesélt, igazából nincsen szüksége erre, tehát nála egyfajta kényszer. Igen, ez már betegség szerintem. Hát az oké, hogy a zacskókat kibontja, cukor zsebbe, a hiperben meg. Hát milyen cukor? Nem, hogy kibontja a cukrot, a cukor és zsebre teszi a cukrot, tényleg? Igen. Hát nem a kocka cukrot, meg nem, ha nem tudjátok, ezek a kis csomagolt cukrokat kibontja, ugye azokon már nincs vonalkód, nincs mit cipogjon, és fogja és zsebre teszi. Simán. Okos. Jaj, mindig van nálam egy marék negró. És adok kéményseprője, tudja biztonsági úrember. Adtok neki rendesen enni, meg inni? Nagyon jól él amúgy, de ezt ő magának csinálja, meg volt egyszer egy ilyen sztori, hogy elmentünk hárman vásárolni, én, anyukám, meg a nagymamám, és hát fizetésnél, hát becsipogott mama. Ne, úgy, de kellemetlen. Kijött a biztonsági, bekísérte a külön szobába, mert hát csak ő csipogott, mi nem. Mi anyával így néztünk egymást, hogy úristen, remélem nem lopott. Olyan ciki volt, mindenki minket nézett. Majd kijött büszkén, és akkor mondja, hogy hát csak a szemceruzának rajta maradt az a csík, vagy nem tudom, ami becsipogott. Ilyen fémcsík van rajta. 100 éves ceruza volt szerencsére, de azt valószínűleg előzőleg lopta valóban, és a zsebében van. Azt másikból lopta. Igen. Igen, és mikor... Mennyi idős a Nagyi? Hát 68. Aha. Már nem is viszitek nagyon sehova, nem? Tehát büntiben mindig otthon marad, hogy viszitek? Ő egy tipikus vagány nagymama. Csak lop. Mindenhova elmegy, utazik, fiatalos, csak hát van ez a kis dolog. Mi volt a legnagyobb érték, amit eddig elsunyasztott? Azt így nem tudom pontosan, mert azért úgy tele van katatokkal a ház. És ő egyedül is megy kutyázni? Tehát van, amikor egyedül indul el? Szerintem, hát amikor így az alkalom adja, tehát vásárlás, vagy sétálás, és ahogy látja rá a lehetőséget... Sétálás? Hát azért nagyon exkluzív alkalom. Hát úgy tudom, hogy sétál valahol, és akkor meglátja, hogy erre van rá lehetőség, hogy ő megtegye. Mert ők nem érzik olyan annyira a felelősségét már szerintem. Régen azért máshogy működtek a dolgok. Hát persze, mert nektek ciki, neki nem, hát nyilván nem érzi a felelősséget. Hát így van, és ő nem érti, hogy hát miért, hát ingyen volt, hát ott volt. Hát, ne hagyják tüntőrizetlenül. Mamának nehéz meg mondani, hogy azért, mert egy hiperben van és kivarakva a gyümölcs, az még nem ingyen van, csak kivarakva, hogy tedd a mérlegre, tedd a kosárba, aztán fizest ki. Érte. Igen, hát ez... Igen. És attól még ki kell fizetni, hogy kiveszed az acskóból. Igen. Na, kemény lehet a Nagyi azért. Az. Igen. Bianca, köszi, hogy elmondta, ciao. Nagyon szívesen. Hello. Szia. Hát azért nagyon sok hiperben, tudjátok, már mérleget is előre vitték a kasszához. Bizony. Tehát ez a, ugye kiderült, hogy azért ez Magyarországon sajnos nem tud működni. Ez az ott van, tedd rá, mérle, tedd be a kosárba, vidd előre, fizess ki. Tehát vagy lemérted és hozzátettél még, vagy kicsit megpróbáltad fölnyomni a mérleget. Fölemelted a paradicsomot, tartani. Vagy lemérted a paradicsomot, és még négyet beledobtál, és pénztáros nem értett, hogy fél kiló paradicsom, és nem tudta megemelni az acskót. Három kiló paradicsom volt, mert mindez 98 forintért. Tehát hogy azért azt így kevesen értették. Nagyon sok hiperben látom, hogy már elől mérnek. Tehát már nem rakják ki a mérleget. Igen. Kicsit de mama élelmes, nem? Mama élelmes. Hát azért, amikor a nagyidak becsipog, és akkor elviszik a biztonsági őrök, te meg ott állsz hülyén unokaként, azért az kellemetlen. Hát jövök, aranyom, jövök, a szokásos procedúrám. Mindjárt itt vagyok. Mindjárt jövök. Kicsim, ne izgulj. Na, a babírlevélt nem vették észre. Minek vegyek meg egy csomaggal?
Csak három kell a levesbe. Úgy sem mernek a csúnyámhoz nyúlni, oda rejtek mindent. Mondja a nagyid, és aztán szépen, szépen lopni készül. Na jó, jövünk a hármasugrással, és utána járunk annak, hogy mi a helyzet a Belizi Morning Show logóval. Hallgatóink támadásban lendültek, elárasztották a Belizi Rádió Facebook oldalát fenyegető levelekkel, e-mailekkel, fotókkal és mindenféle kis trükkökkel, úgyhogy megnézzük, mit lépett, vagy lépette már a Belizi Rádió, mondtak-e valamit, írtak-e valamit, és mi a helyzet az ellopott logóval, úgyhogy ezzel folytatjuk, Ákos, híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 óra múlt, 41 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, már most több hallgatónk írja, hogy 30 fok van. Kitartás, jön a hidegfront, holnap. Ja, holnap délután. Holnap délután, úgyhogy mindenki tud aludni, egy kicsit fellélegezhet az ország, jobb idő lesz. És mínusz 10 fokkal kell majd számolni. Mínusz 10 fok lesz. Mínusz 10 fok. Nagyon, ez egy nagyon durva hidegfront, nyugat felől jön, és havazi, gónos eső, mínusz 10 fok, brutál durva. 47-30 lesz. Tehát 10-el lesz kevesebb. Az jó. Azt nagyon kellemes. Az nagyon jó. Az kellemes időcske. Azt mondja, a Balatoni úton a Sport 11-nél átállították a lámpát, kilométeres dugó van. Ez nem jó ér. Balaton keresztúró mérnek, Kriszti küldte nekünk, valamint M3-as Kántor Jámosi pihenőből a Pest felől érkezőkre lőnek a kékek, RV üzente nekünk. Aztán a 8-as főúton Szombathely előtt nagyon nagy baleset, a kilométert nem tudom leírni, de itt állunk egy fél órája. Nagy a sor, olvassátok, léci, fontos. Köszi. Új kígyósok mérnek, Békés Csaba felé, hoppá. Hagyjátok őket békén. Hagyjátok az új kígyósiakat. El Balázs kézzel új kígyóstól. Így van. Legalább őket ne bántsátok. És az M3-ason is fotóznak Nyíregyháza felé a 105-ös kilométernél, úgyhogy ott is mindenki. Figyeljen, menjetek lassan, mindenki ingerült, mindenki kialvatlan, mindenki unja már a meleget, úgyhogy vigyázzatok egymásra. Na, mi újság a Sugar City Morning Show-val? Hát, hogy állunk? Jelen pillanatban. Na. Leadták-e már a forgalmit? Visszaadták-e már a logónkat? Mit szóltak a linkekhez, amiket kaptak? Hogy állunk? Nézzük a puszta tényeket. Először is. Az elmúlt 24 órában 7143 új kedvelés történt az ő oldalukon, ami azt jelenti, hogy 64.836,4%-os emelkedés van a korábbiakhoz képest. Nagyon érdekes a dolog, mert hogy ugye most jelenleg 7.293-an kedvelik az oldalt, ebből 7.143 az új kedvelés. Ez azért fura, mert hogy több mint 800-an voltak már fönt akkor, amikor mi elkezdtünk a témáról beszélni. Következésképpen vagy 700-an annyira betoltak, valószínűleg hogy elmenekültek. Az idegen nyelvük számukra értelmezhetetlen, de nagyon fenyegetőnek tűnő üzenetektől, hogy ők már unlike-olták, dislike-olták az oldalt. És eltűntek, igen. A régiek közül. Ugye kiderült, egy hallgatónk elküldte, hogy az is érdekes egyébként, hogy ő ezt hogy találta meg. Tehát igen. Az nagyon keménynek kell lenni, hogy egy Belizi rádió, egy közép-amerikai rádiónál te megtalált, hogy használják a logónkat. És tegnap is többen kérdezték újságírók, hogy most jogi útra tereljük el a dolgot, mit csinálunk, semmit, rögjük az egészen. Viszont totális támadást indítottunk a Sugar City Morning Show Facebook oldalán. Nem így terveztük, de hallgatói megelőztek bennünket. És arra kértük őket, hogy lájkolják az oldalt először, aztán majd mi elküldjük az írásos felszólítást, hogy vagy hadüzenet, totális letámadás és cukorrád ültetvények lefoglalása és banánszállítmányok, hát hogy is mondjam, enystandolása, vár rájuk, vagy visszaadják a logót. Na most hallgatóink megelőztek, mert hogy nemhogy megfenyegették őket tulajdonképpen, hanem felszólították őket, hogy adják vissza a logót, ne használják magyarul, angolul, képeket küldtek, linkeket küldtek, fotókat, és lefektették a Belizi rádiót. Nem, nincs már mit csinálunk, hallgatóink helyettünk megoldották. Egy olyan blitzkrieget toltak, egy olyan villámháborút, hogy mi még a hadüzenetet sem küldtük el, amire hallgatóink már befejezték a háborút. Tehát letarolták az egész országot, nem a Belizi netet gyakorlatilag letarolták. És a rádióban valószínűleg most mindenki retteg a további következményektől. De valahogy nekünk ezzel a sztorival sikerült felébresztenünk mindenféle emlékeket a múltból, kalandozásoknak, korát, stb., amikor még tőlünk rettegett Európa,
és a hallgatóink bebizonyították, hogy ki a magyar, ki a tökös. Mindent belinkeltek, tehát berakták a pákó képét, hogy mind meg fogtok halni. Beraktak a macskajajból, berakták azt, hogy Feri, milyen jó színed van. Beraktak fegyveres képeket, aztán beraktak oltásos képeket. Na most pofázzál, Jóska, gyerek, egy nénit egy baseballütővel. More ebből baj lesz. More ebből baj lesz. Beraktak egy dobozos sört. Beraktak kerti fitness képeket, triceps, ásás, alkar, sarló, mell, olló, hátvál, kapa. De mindent, amit értek, azt belinkeltek. Ha Morning Show-t csinálsz, nem vetted a logókat. Ugye csináltak óriás plakátokat is, igen. Ha Morning Show-t csinálsz, nem vetted el a logónkat. Felirattal. Igen. Még egy ilyen, és téged hívlak a szökőkúthoz, berakták ugye a srác képét. Jönnek a grippenek, két srác fut, két magára húzott vadászgéppel, pilóta sisakban. Pákot félmeztelenül, motorom, mind meg fogtok halni felkiáltással. És elküldte nekünk tegnap egy hallgató, hogy ő beírta nekik, hogy bejelölte a Belizi oldalt, és írt rájuk, hogy ők lenyúlták a logót, mire két perc rá visszaküldték, hogy oké, hatott a fenyegetés, ők leveszik a logót természetesen, és ez senkire nem tartozik, tehát hogy ne nagyon mondja azért ez másnak, ez az ő ügyük, meg fogják oldani, és nem tartozik, ez nem tartozik senkire. Az fut a gyáva. Tehát megoldották helyettünk a dolgot, igazából. Most mi akkor ne is írunk levelet? Hát, figyelj, ezután nem érzem. Hogy sziasztok, mi vagyunk? Hát már tudják, hogy kik vagyunk egyébként. Aha. Sőt, mi több kaptunk ígéretet, hogy a logót is leveszik. Nem, mintha baj lenne, hogy ők használnák. Tehát, hogy egyébként nyugodtan használják, tehát nem vagyunk logóirigyek. Az egész részünkről egy gag. Inkább jól szórakozunk azon, hogy ezt ők így lenyúlták. Tehát nincs ezzel jó, baj. De hát nincs azért valami jóvá tétel nem. Hát mit tudom én, egy másfél-két tonna banán. Vagy valami értelek is nácukor. Megrohad? Aha. Hát akkor küldjék el éretlenül is, mire ide ér, pont jó lesz. Na, berakjuk itt egy banánérlelőbe, meg egy kis etilengázzal, lefújjuk nem? A banánt, ahogy csinálják itt van, és aztán megérik. Jó, akkor összekapcsolódás, csereüdültetés, ott esetleg nekünk egy apartman. Valaki azt írja, hogy nem ellopták a logót, csak beleasingelték. Nagyon jó. Igen, egy kicsit beleasingelték a logónkat, nincs ezzel baj. Jó, akkor ezt most megoldottnak tekintjük? Ezt igen. Vége van a dolognak? Ezt nem, igen. Nem indulunk, vagy nem indítunk totális támadást? Igen, mert a tegnapi napon, hogy elindítottuk ezt a sztorit, akkor szépen fölépült, hogy először csak lájkolják, tehát a hallgatók, szeressék meg az oldalt, és ők ugye nagyon büszkén ott fognak állni, és utána jön a csapás. Igen, erre mindenki egyenként belinkelt képekkel, fotókkal, egyéni támadást indított a beliziek ellen. Köszönjük egyébként, hogy nem is kellett benneteket harcba szólítani, de már megindult a totális háború és letámadás. Viszont így okafogyottá vált levelünk, és nincs nagyon miért megírni. Mert megígérték, hogy nem használják tovább a logót. Nekem nagyon szimpatikus ez a tökösség, és szerintem felvett egy olyan lehetőséget, hogy újra megmutathassuk a világnak, hogy kik vagyunk mi magyarok. Megnéztem, és azt mondja, hogy Belize jelenleg, legalábbis a Wiki szerint, mondjuk, hogy a 181. legnépesebb ország a világban, a maga 300 000 a kis 358.899 lakosával, ez 2014. Kevesebben szeptember 20-e. Vannak, mint amennyien lájkolnak bennünket a Facebookon. Igen. Kb. Jó. Kb. És azért ott azért van még 70 országocska, akik, vagy ahol még kevesebben élnek, mint náluk. Tehát ha esetleg betámadnánk valamilyen okból kifolyólag Abháziát, megnézted 240 ezeren valaknak. 240 ezeren vannak? Szerintem letérdelhetnénk őket is, vagy letérdeltethetnénk őket is. És ha mind a 70-et meg akarod szerezni? Tehát mind a 70 kisebb országot? Hát nem. És akkor a világbirodalom az úgy néz neki, hogy itt egy 300 ezer magyar, ott egy 200 ezer. Így van. És ott van még érted Szamoa, ott van még Hegyi Karabach, ott van még Grenada, Tonga. Érted? Egy csomó lehetőség. Igen. Érdekes, mert azt írták sok hallgatónk, hogy maga a Facebook oldal már elég régóta nekik nem annyira aktív, tehát nem működik. Viszont csodálkozó. Viszont a YouTube-ra ők feltöltik az adásaikat, tehát azt kell megnéznünk, hogy ha majd a mai adást feltöltik, akkor ma még kint lesz-e a logó az inzerteken, a feliratokon, ott lesz-e a logó. Mert tudjuk, minden adást egyébként azonnal töltenek a YouTube-ra is. Tehát keressetek rá majd a mai Morning Show-ra Belizben, és nézzük meg, hogy a feliratokon rajta van-e a logó, mert hogy ott használták ők a logót. És vajon az adásban bármiféle szintű említése lesz ennek az ügynek? Tehát mondjuk úgy kezdődik a műsor, hogy Sorry Hungary.
Na, jó, azért a levelet írjuk meg, nézzük meg, hogy jó. Mi lesz belőle. Írjunk nekik egy levelet, hogy nincs harag, örülünk, hogy ti is a logónkra akadtatok. Nem jó, is kell, hogy levegyetek. Csak... bocsánatot. Nem, csak egy ilyen barátkozós e-mail, tehát hát, ha gyerekek, Beliz gyönyörű hely. Csak azért az egy három rabdalap repülőjegy megérkezik egy vidáman, hogy várnak bennünket egy ilyen gyárlátogatásra, és nézzük meg, hogy készül az ottani műsor, azért akkor kiugrunk. Mexikóval határosak, tehát ez szép, vagy Mexikó mellett annak, szép helyben ez nagyon. Frissen kever gyöngyöző pohárban piña kolládák. Hát, ha pinya van, akkor menjünk. A belizinők szépek? Azt nem tudom, nem voltam még. Hát, ha műsorvezetőkben indulunk ki, akkor... Nekik 6-tól 11-ig megy a műsoruk, ami az jelenti, hogy nem tudunk velük összekapcsolódni az időeltolódás miatt, mert hogy ott most éjjel 2 óra van. Senki nincs bent, senki nem beszél velünk. Gondoltunk arra, hogy egyébként kapcsolódjunk össze velük is beszélj meg élőadásban, de nálunk a Csabi van délután, mire ők egyébként adásba kerülnek. Mert ők ottani idő szerint reggel csinálják ugye a rádió műsort. Na, ennek ellenére azért írhatunk nekik egy levelet. Nem? Hát igen. Igen. Meg megírhatjuk. Mondjuk az a baj, hogy én egy picit azért beleértem magam. Tehát, hogy elképzeltem, hogy bemutatják nekünk a középső újjukat, azt mondják, hogy vegyük el, ha akarjuk, az az ő logójuk, és hogy egyébként egy óceán választ el minket, és már elképzeltem, hogy megjelennek majd a belizi légtérben a magyar Mi-24-esek, és majd a mondjuk Wagnerre leszőnyek bombázzuk őket, vagy valami. Volt vagy... idő, amikor mi hadat üzentünk az Egyesült Államoknak, tehát vagyunk, de ugráltunk már sokszor a világ történelem, mert volt ilyen, hogy ugye azt mondtuk, hogy akkor jó, hát akkor most hadat üzenünk az Amerikai Egyesült Államoknak. Nézzük meg a levelet, vagy mondjuk azt, hogy vonuljanak vissza seregeink és diszlájkolja mindenki az oldal, hagyjuk ott őket? Á, ne. Nézzük meg, hogy milyen, amikor visszavonulót fújunk és megkérjük seregeinket, hogy távozzanak az oldalról? Nézzünk egy ilyet. Hát igen, de abban mi a figyelmeztetés? Tehát te vagy a Belizi Rádiós tulajdonosa, igen? Vagy a műsorvezetője, egyik nap fölment 8000-re, és másik nap meg visszamegy megint 700-ra. Hát, és eddig sem volt. Vagy akkor a levélben zsaroljuk meg őket keményen, hogy ha meg akarjátok tartani ezt a 7000 embert, amiről akkor tegnap beszéltünk. Aha. Mert kíváncsi lennék, hogyha most mindenki visszavonulót fúj, akkor mennyire tudunk visszajönni. Ott marad el néhány portyázó magyar sereg, hátrafelé nyilazva, vagy a 7600-ból 7000 visszavonul, mert kiadtuk a parancsot, hogy visszavonulás. Na most csak mondom, hogy az a tapasztalatunk, hogy vagy biztos, hogy maradnak, hogy portyázó magyar seregek, mert nem igazán vagyunk olyan nagyon komoly vezérei ennek a seregnek, hiszen gyakorlatilag azt csinálom, amit a sereg megelőzött. Tehát, hogy igen, picit, tehát, hogy ha magyar történelemből indulok, volt már olyan, hogy keresztes hadjáratú gyűjtöttek embereket, aztán Dózsa György féle paraszt felkelés lett belőle a végén, mert hogy igazából nem tudták kielégíteni a vérszomját azoknak a hadaknak. Most érted, itt van, fegyverbe szólítottál egy fél nemzetet. 300 000 magyar honfitársunkat, a Morning Show hallgatóit. Most ezek után kell nekik valami. Jó, akkor most hívjuk vissza őket. Nézzük meg, hogy 10 óráig a 7000 portyázó magyarból mennyi jön vissza a nyájhoz. A seregéz. Mi legyen a visszavonulás? Milyen legyen effekt? A jel? Mi legyen? Egy tarzanüvöltés? Aha. Az áthallásos, nem? Az nem jó. Na, valami trombita. Nincs valami, de hogy nem. Biztos van valahol egy régi dáridos felvétel a Lagdi Lajcsi trombita. nincs nagyon trombita. Na, akkor legyen ez a visszavonulás, jó? Most. De Tarzan ilyenkor támadott. Mi most visszavonulunk? Most visszatámadunk. Ja, jó. Visszatámadunk. Drága hallgatóink, ti, a mi kis seregünk, vonuljatok vissza. Hagyjátok ott a Belizi Rádió Facebook oldalát, nézzük meg, hogy hány magyar katonát tudunk visszahívni seregeinkbe. Visszavonulás, jó? Jó. Nézzük meg, hogy hányan tudtok most visszajönni a csatatérről. Menjen vagyunk? 7000? Azt mondja, hogy mondom, egészen pontos adat. 7215. Nálam 7314. Nem, igen? Már 7125. 7178, elkezdtünk csökkenni. Megindult a visszavonulás. Jó, akkor most dislike. Rugalmas elszakadás, jó? Gyertek vissza. Taktikai visszavonulás természetesen. Bármikor máskor újra hadba szállunk ellenük. Nem üzengetünk, nem köszönünk el, nem írjuk meg, hogy visszavonulunk. Álljanak ott értetlenül, hogy hova tűnt 7000 ember. Ha. Jó? Mire bemennek reggel, azt mondják, hogy gyere. Fiattuk a parancsot. Megint 300-an vagyunk mindkét nap. Ha csökkenünk, 6853. Nagyon jó, nagyon jó. A sereg érti, hogy mit akar a vezér, és mindenki visszavonul. Igazi profik akkor vagyunk, ha azt a 300-at is visszavonjuk, ami volt neki. Tényleg. És nullára hozzuk őket. Csak mondom egyébként, hogy folyamatosan csökken, 1159,1% mínusz már. Visszavonulás. A kedvelés vissza. Ez a vissza, jó? Jó, na ez már jó. Nem, erre kell visszavonulás! Jó, elindult a visszavonulás. Nagyon jó. Mindenki diszlájkolja az oldalt. Ha?
Most kopogtatnak be egyébként a Zuckerberghez. Önök, van itt valami. Valami, amit rohadtul nem értünk. Hirtelen felmennek 2000. Egy kis anomália. Hirtelen felmennek 2000, aztán viszont. Figyeljetek, hagyjuk itt őket. Most ott kell őket hagyni. Ott kell őket hagyni. Nagyon jó. Lehet ilyen még visszatérek. Lehet egy-egy terminátoros mondat, de semmi ideológiai magyarázkodás. Semmi, hogy most visszatérünk azért, mert nem kell, ne lőjétek el. Búcsúzzatok el egy mondatban, és vonuljatok vissza. Jó? Nagyon köszönjetek el tőlük. Egy nagy klasszikussal, ahogy papa a Terminátor 5-ben elmondta, hogy visszatérek, de utáltam. És hagyjuk ott a Belizi Morning Show oldalt. Nézzük meg. Illetve ma megnézzük a YouTube-ra felrakott adást, hogy mit csinálnak a logóval. Mennyien vagyunk? Most 6070. Már értenek a szóból, így van. Lejött 1500 ember? Ennyi. Gyerekek. És az összes többi hallgatók is mind jön le folyamatosan. Mondjuk azért el tudjátok képzelni. Ül az IT is ott most, és így nézi a Facebook oldalt, hirtelen nem. Mi rosszat csináltunk? Próbálja meg. Mi volt az előző adásban? Mit csináltunk mi, hogy hirtelen itt hagyott minket 1500 ember? Mondjuk az is azért tipikus, hogy nem jön le egyszerre az összes ember, akit megkértünk, hanem itt szépen lassan. Tehát ugye nézzük már, tehát, hogy képzeljük magunk el, hogy ostromolsz egy várat, körbeveszik a seregek, és akkor oké, visszavonulunk. Én még nem. Én itt maradok. Ja. Én tovább ostromlom a várat. Szóval egy picit azért... Ja, jönnek, már 5900-an vagyunk, szépen szállnikozunk vissza. Hát jó, még egy-két portyázó seregot még azért leváltanak. Persze, most így nem fogjuk eltiporni az egótokat. Csináltok, amit akartak, de azért szépen lassan gyertek már haza. Szépen gyertek vissza. Jó? Nézzük meg akkor egy óra múlva, hogy hol tartunk. Hányan estek el a csatában? Mi történt? Hány katonát vesztettünk? És hányan jönnek vissza hozzánk. Jó, játszunk gyorsan közben valakivel egy jó kis hármas ugrást. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Szia, hello! Hajni, hello, Hajni, jó hello. Reggelt! Honnan hívtál minket? Győrből. Nagyon jó. Ott voltál velünk a kitelepülésen? Nem, sajnos nem tudtam elmenni. Dolgoztál. Szívesen elmentem volna, csak dolgoztam. Szegénykém. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon nehéz, és nem fog menni. Ezt szeretem. Mikor könyörtelen vagy. Itt szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik filmben játszott együtt Mila Jovovich, Bruce Willis és Gary Oldman? Kérem? Hogyan? Itt vagy? Igen, itt vagyok. Ahó. Bruce Willis. Hallottam? Mi hallunk. Ajjaj. Erre nem volt több időnk. Ez az ötödik elem című Luc Besson film. Jó, azt hittem, hogy az elsőhöz menni fog. Okay. A maga kategóriájában ez egy jó film. Szórakoztató. Jó. Nagyon jó. Az ötödik elem Krisztá Kerr is benne van. Zseniális. Ő egy poti rádiós műsorvezetőt alakít. Igen. Nem rossz. Mila! Igen. Hát, ez nem ment, gyors volt, Hajni. Ja. Köszönöm szépen a játékot. Búszi! Ciao! Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Most lehet, hogy ő is a belizéken tölti majd ki tehetetlen dühét. Gyerekek, szállingoznak a seregeink, 5600-an vagyunk. Aha. A 7500-ról közel 2000 ember azonnal visszajött. Igen, de azért néhányan azért még a sereg tonyó része még nem nagyon akar érteni a szóból. Léci, gyertek haza. Visszavonulás, megfújtuk a szirénákat. Itt van rátok szükség. Gyertek vissza, jó, hogy kitaláljuk a következő lépést. Egy perc múlva 9 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát van egy újabb nap, velünk, veletek, és jön a hideg. Vagy hát legalábbis a 40 fokhoz képest hideg, 10 fokos lehűlés jön, holnap délután egy hidegfront éri el hazánkat, úgyhogy már csak egy nap, mindenki nyugodjon le. Így van. Jobb idő lesz. Semmi gond nincsen, nem tényleg kell. Ne a belizieken töltsétek ki tehetetlen dühötöket. Pedig de. Így van. Na, nézzük az SMS-eket, ugye, hát megfújtuk a trombitákat, és elindult a visszavonulás. Mm. Néhány hallgatónk ezzel nem ért egyet, maradni szeretne, és tovább portyázni. És hát jönnek az SMS-ek, ugye, hogy mit kéne csinálni.
ugye ott tartottunk a Belizi Rádióval kapcsolatban, hogy lájkoltuk a Facebook oldalukat egy nap alatt az ő 800-as vagy 600-as lájkolásuk, ami 7500-ra ment fel. Most pedig azt mondtuk, hogy ma megnézzük, hogy használják-e a logót, mert tettek ígéretet, hogy nem használják, ezért visszavonulót fújtunk, és azt mondtuk, hogy oké, akkor most mindenki jöjjön le az ő oldalukról. Szépen rendezett sorokban egyébként megindult a visszavonulás. Ahogy mondtuk, se sebesülteket, se halottakat ne hagyjatok hátra, senki. Mindenkit hozzatok vissza. Jó? Mindenkit tehát nincs olyan, hogy valaki segítségért kiállti, ott hagyjátok, vonuljatok szépen rendezett sorban vissza. Van néhány hallgatónk, aki ezzel nem ért egyet, és máshogy gondolja, de muszáj. Tehát honvédelmi miniszterünk kiadta a parancsot, erre a miniszter ámen mondott, úgyhogy egyszerűen vissza kell vonulni. De nem lehet, hogy egyszerűen csak az az 5376 ember, aki még eddig nem hagyta el az oldalt, ők utóvédharcokat folytatnak, és fedezik a többieket, akik már visszavonulókat. Igen. Vonuljanak vissza a gyávák, én azt mondom, támadás! Így egy hallgatunk. Bali, a sereg már itthon van, csak az a 4000 technikai nem tudta ilyen gyorsan szétcsavarozni a sátrakat, meg elmosztani a csetreszt. Az is igaz. Ati küldte neki. Mossák a gulyáságyukat, igen, és pakolnak össze a markotányos nők. Igen. Néhány portyázó sereget hátra kéne hagyni a teljes összezavarás véget, és teljesen értelmetlen üzeneteket írni angolul. Le lehetne például nekik írni, hogy nagyon jó a fenekük. Írta nekünk egy hallgató. Pont a legjobb része jön az ostromnak, és vonuljunk vissza, én maradok még egy kicsit fosztogatni. Majd aztán megyek utánatok. Csá, egy ostromló. Egy nyert háború után nem szabad visszavonulni, gyarmatosítani kell, vagy legalább fogadjuk örökbe őket. Kis deres küldte nekünk. Azt mondja, hogy kémeket nem hagytok, vagy beszivárgó terminátorokat, mindenkit hazahívtok? Kérdezi egy hallgató. Egyébként megnéztem a tegnapi adásokat YouTube-on, szenzációs, mert hogy oda is beírogattak már magyarok. Nagyon jó. Megtaláltam a hetedik, a hatodikai vagy hetedikei adást. Hatodikai adást, és már ott is megvan. Oké, jó az adás, de akkor is logótól vagytok. Írták nekik angolul. Ma itt kell megnézni. Ma szerintem olyan délben, vagy egy körül kezdenek majd. Megnézzük, hogy ott van-e a logó. A következő legyen a Kárász Robi, akivel ezt így van. Megcsinálhat. Nagyon jó ötlet. A like növelés és vissza. Így van, és utána pedig vissza. És aztán vissza. És tőle mit kérünk? Semmit. Vele is elhitetjük, hogy szupersztár, és utána pedig eltűnünk az oldalról. Mert csak a beliziektől tudunk banánt kérni, de a Kárásztól... Hát... Nem kérünk tőle semmit, csak hogy egyszer mosolyogjon. Vagy két hét fizetés nélkülére menjen már. Igen, egyen már olyan minél, hogy citrombarapot. Tábornokaim, elindultam haza. A Sebestyén Hasziennán találkozunk. Papesz kapitány írt ezt nekünk. Gyors jelentés a miniszterektől, mennyien vagyunk. Azt hogy mondja, hogy... Kérem jelentsen. Kérlek szépen, illetve kegyelmes uram, jelentem olásod. Hogy halad a visszavonulás? Ebben a pillanatban azt mondja, hogy 5376. Már 211. Magyarázatot kérek a lassú visszavonulásra. Mi történt? A seregnél nincs mindenütt net. Ha lovakat fel kell nyergelni, az időbe telik. Valami elindult itt. Igen, nálam. A Sugar City Morning Show YouTube-ba. Tegnap YouTube adása. Érdemes megnézni a görbét, ami a like számokat mutatja, hogy hát meredek el lefele. Egy óriási letörés van benne. Valaki csak annyit itt. Megtaláltuk a banánföldet, maradunk. Nem. Ha valaki nem engedelmeskedik, akkor rá úgy fogunk tekinteni, mint aki dezertált. Nem? Így van. Rájuk szörnyű valóság vár itt, ha egyszer megtaláljuk őket. Így van. Egy hónapig a Juventus kell hallgatni. Hát ennyire szörnyű valóságra nem gondoltam, de akkor legyen ez az Istenem, hogy lehetek ennyire kegyetlen. Nem gondoltam, hogy ilyen kemény vagy. De akkor legyen ez így. Na jó van, megnézzük holnap, hogy mi lett vele. Na, mondtam már közlekedés? Szerintem nem. Ebben az órában még Ebben az órában nem. Mondtam már rögtön a Belizi csatatérre. Siettél ki, mint jó hadvezér. De nem szabad ott hagyni, seregeink harcban állnak, addig én se pihenek. Ugyanazt teszem, mint ők, ugyanott alszom, ahol ők. Így van. Nem kérek más kosztot, és nem akarok máshol aludni. Azzal letessetek, amik ők is esznek kint a csatatérre. Baláncukor, tudod? Igen. Nézzük gyorsan a közlekedési híreinket. A 16. kerületben az Ikarusznál mérnek Tom küldte nekünk. Aztán a Balatoni úton a Sport 11-nél átállították a lámpát, és baromi nagy dugó van. Mérnek Balaton keresztúron is. Az M3-as Kántor Jánosi pihenőjénél a Pest felől érkezőkre szintén lőnek a kékek. Új kígyósan is mérnek. M7-es 132-es kilométer középen háromlábúval álltak fel, úgyhogy mindenki vigyázzon, és a 75-ös kilométerig nincs baleset az M3-ason, teljesen tiszta Miskolc felé, ezt G küldte nekünk. Köszönjük szépen, mit látsz? A seregeink, akik már elhagyták a terepet, ott hagyták a kis búcsú üzeneteket, nézzétek meg, a mások írták az oldalra rovat alatt, hogy mi minden van, tehát a Last a Labisa, VB az a legjobb. A Facebook oldalukon? Igen. Már csak 5100-an vagyunk. Menj el és
ne gyere többé vissza. Írogatnak, elköszönnek? Igen, igen. Nagyon szeretem a hajrá Fradi beírás. Tehát az különösen fontos. Különösen fontos a hajrá Fradi beírás. Na, megnéztem egyébként a belizi csajokat, nem rosszak. Illetve mi? Van, van elég. A közép-amerikai, latin-amerikai csajok elég a felhozatal. Tehát, hogyha esetleg én is még maradnék, és nem tudom, hogy most szerintetek a kapcsolatfelvétel alkalmas, az például az a mondat, hogy hello, I am Hungarian emperor. Szerintem kiváló. Tehát ez, láttam, hogy a zöld hedvéi könyved neked is megvolt, úgyhogy nagyon... Nagyon jó. Ez mint témaindító, nagyon jó. Önmagában. Valahogy nem kell attól félnem, hogy most azért fog velem össze cuccolni, mert hogy egyszerűen retteg a félelem. És azt mondja, hogy neked oda neked kell adnom bármit, magam. Igen. Hős hódító. Bírve lóg a kezünk, gyerekek. Csak mondom, hogy adóparadicsom, tehát lehet, hogy még szükség lesz egyszer rájuk. Minden, azért valaki hagyjon ott egy ilyen szávat. Valamit, jó? Igen. Hogy azért annak járjunk utána, hogy lehet ott céget csinálni, ha kell majd egyszer, most nincs rá szükségünk. Na, egy kicsit komolyabb témával megyünk tovább, mert ugye volt egy szomorú apropója annak, hogy Rékasi Karcsi itt volt nálunk, tőlünk ment el, haza rohant egy forgatásról. Éppen pont arról beszélgettünk, ugye, hogy motorozik, milyen motorral jár, nem fél-e a motoron. És aztán rá két órára ugye történt az a baleset, amiről már mindenki tud. Karcsi intenzív osztályra került, hál' Isten jobban van. Ahogy halljuk, hát nyilván a bulvár sajtóban sokszor azért egymásnak ellentmondó hírek is megjelennek. Ahogy halljuk, jobban van, már nincs az intenzív osztályon, bár érdekes volt, hogy maga a bulvár előbb hozta le Karcsit az intenzív osztályról, mint ahogy ő valójában kikerült. Igen. Az intenzív osztályról. Egy nappal már a bulvár sajtó megelőlegezte neki, hogy Rékasi Károly kikerült az intenzív osztályról. Nagyon hittek benne. Hittek benne, így van, de hál' Isten kikerült, tehát közvetlen életveszélyben már nincsen, viszont ahogy halljuk, hát nyilván mi is azért szemezgetünk az információból, nem tudjuk, hogy melyik információ mennyire hiteles. Hosszú és nehéz felépülés vár rá, több csontja eltört, talán a medence csontja is, a bokája is, műteni is kellett. A lábszárcsont, azt megműtötték ugye már a második napon, a baleset után egy más napon, de igen, tehát a baj az komoly, de úgy tűnik, hogy ki lehet belőle lábalni, csak nagyon hosszú idő lesz. Hosszú idő lesz, és hosszú felépülés vár rá. Ugye többször mondtuk, hogy mi nagyon kedveljük, nagyon drukkolunk neki, beszéltünk a sajtósával is, többször magánemberként, és mindegy is, hogy mit mondott, nem azért hívtuk, hogy utána másnap erről beszéljünk a rádióban, hogy van, nem is mondtuk. Viszont most arra gondoltunk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hogy talán ő így az éteren keresztül el tud majd oszlatni egy-két tévinformációt, vagy egy-két olyan dolgot, ami nem igaz a Karcsi állapotával kapcsolatban. Kettő, meg tudjuk kérdezni, hogy valójában mik a hírek, hogy van, és mi az, amit elmondhat. Hát ő is gondolom felhatalmazást kap a családtól, és annyit tud elmondani, amennyit a család megenged neki. Érdekes dolog lehet, hogy ilyenkor hogy helyettesítik, ki a beugró színész, megvan-e, a hosszú felépülés vár rá, akkor valószínűleg augusztusban nem fog tudni forgatni. Mi van ilyenkor például a sorozattal? Én ezt nem is tudom, hogy volt-e már erre precedens, hogy valaki helyett így be kellett ugrani. Vagy valakinek ilyen komoly... Átírják, vagy hirtelen történik vele valami, vagy hogy kell ezt ilyenkor elképzelni, nem tudjuk. Úgyhogy felhívjuk Böjte Pirost, és megkérdezzük tőle, hogy van Karcsi, mi a helyzet a sorozattal, és hát a legfontosabb, hogy van ő. És akkor legalább első kézből kaptuk információkat, hiteles információkat, még legalább nem kell majd a bulvársajtónak a találgatásaira hagyatkozni azoknak, akik szeretik, megaggódnak érte. Így van. Itt van Piros velünk, a Barátok közt sajtófőnök. Hello Piros, jó reggel! Szia. Jó reggel, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hello Piros, sajtófőnök, ez a jó szó, vagy mit mondjak rád? Bármi lehet, sajtófőnök, sajtóreferens, igazából a címekben nem hiszek, teljesen mindegy. A sajtófőnök az a menő hangzik. A sajtóreferens is jó, de a sajtófőnök. A nő, aki mindent tud a sorozatról, legyen akkor ez. Aha, nem ő egy nyugdíjas néni is. Jó, legyen így. Igen. Na, a legfontosabb, hogy van? Hogy van Karcsi? Ahogy te is mondtad, a család és Karcsi felhatalmazásával mondhatom el, az állapotban van természetesen, szerencsére jól van. Tehát az, hogy ő már kikerült az intenzív osztályról, ez egy hatalmas előrelépés, és baleseti sebészeti osztályon ápolják. Azt már tudni lehetett, hiszen erről nyilatkozatot is adtunk ki, hogy bokatörése volt a medence, és a combcsontját meg kellett műteni. Fejsérülése volt, de minden egyes sérülése folyamatosan javult. Tehát napról napra jobban van, jobban érzi magát, kommunikál, időnként még viccelődik is, de nyilván még nincs olyan állapotban, hogy bárkinek interjút adjon, hiszen a legfontosabb, hogy ő most pihenjen és gyógyuljon. Az már egészen biztos, hogy ő augusztusban nem tud forgatni, ugye? Az ember azt olvas, hogy hosszú felépülés vár rá, hát gyanítom, hogy ő augusztusban nem tud kamera elé állni.
Ez egy nagyon furcsa helyzet számunkra is, pont ezért, mert 30-án, tehát egy hete, amikor a baleset történt, Barta Zsoltnak és vele, ugye Rékasi Károlynak is kitört a nyári szünet. A sorozatban dramaturgiailag Barta Zsolt karaktere már megkezdte a nyári szünetet. Mi csak jövő hét pénteken kezdjük, a sorozat ugye egész nyáron adásban lesz, és augusztus 24-ével kezdünk forgatni. Viszont Barta Zsolt karakterének nem ez a kezdő dátuma, hanem bőven van még ideje, augusztus vége, szeptember, október, amikor Karcsinak ismét forgatnia kell. Ez a kell, tehát, ez például szentírás? Tehát ilyenkor nincs nem szentírás természetesen, tehát ez most egy olyan dolog, hogy ez diszpozíció forgatási rend kérdése. Nyilván egy hét telt el a baleset óta, nagyon nehéz még megjósolni, hogy másfél hónap múlva milyen állapotban lesz. A sorozatnak a történetében volt olyan, hogy a forgatókönyvírók például egy nem várt esemény hatására módosítottak a könyveken? Olyan nem várt esemény, és ezt idézőjelesen nem várt, de tudhatott esemény, mint hogyha például valaki gyermeket várt, akkor nyilván ott lehetett módosítás. Vagy volt olyan is, hogy valaki éppen kisebb sérülést szenvedett, tehát hogy úgy esett, vagy megsérült a lába, akkor teszem azt egy jelenetet ülve vettek fel. Olyan is volt arra, hogy aki bement a szobából, és más jött ki. Hát igen, de teljesen más rendszer volt, akkor karaktercseréltünk. Az másodott karakterccsere volt, ott bement A, ki jött. Illetve hát a cserélték le, a karakter maradt, bocsánat. Igen, ott volt egy személycsere, tulajdonképpen a karakter megmaradt. Meg volt olyan, hogy kinyitó Csaba fején fészket rakott egy gólya, és meg kellett várni, amíg elköltözik. Egy másik kérdés, hogy vigyázzunk. Most azt bele lehet írni például, hogy a Berényi Miki megvereti a Barta Zsoltot, és akkor azért nem készülünk egyelőre, tehát ilyenekre egyelőre nem készülünk. Tehát ez pont az a híd lesz, ami majd akkor megyünk át, hogyha megfelelő időben odaérünk. Tehát egyelőre Karcsinak emiatt nem kell aggódnia, várjuk vissza. Volt olyan, hogy valaki megpróbált bejutni a kórházba, mert ugye azért tudjuk, hogy az újságírói leleményesség ilyenkor nem ismer határokat. Én azt olvastam, hogy ellenőrző kapu van, a családtagoknak is, Pikali Gerdának is ugye igazolnia kellett saját magát, de hát ilyenkor az újságírók, a bulvár azért próbál információkat megszerezni. Volt fülön csípés, rajta kapás, valaki fehér köpenybe ment be, és ki kellett tessékelni, volt ilyen? Arról konkrétan nem tudok, hogy valaki fehér köpenybe próbált volna bejutni. Nyilván ilyenkor ez az újságírók dolga, hogy információt szerezzenek, és igen, megpróbálnak bejutni a kórházba, de hát ők meg ezért kapják a fizetésüket, tehát pontosan tudjuk. Ezért is. Igen, de ezt én most nem véleményezném. Mindemellett a hozzátartozók pont ezért úgy gondolom, hogy végtelenül rugalmasan álltak a szituációhoz, mert azt mondták, hogy persze, természetesen tudjuk, hogy fontos Karcsi állapota mindenkinek, akkor mi tájékoztatunk folyamatosan, tehát elmondjuk, hogy mi történik vele, milyen állapotban van, hiszen ők is örülnek annak, hogyha információkat tudnak megosztani, főleg pozitívakat a nagy közönséggel. Rengetegen aggódnak Karcsiért, és pont ezért kérték azt a hozzátartozók, hogy mindenki legyen türelemmel, és tegye lehetővé, hogy nyugodtan tudjon gyógyulni. Egy nappal előbb azért lehozták az intenzívről, ami jó mindenféleképpen, tehát előre jelezve a dolgot, hogy már talán jobban van, de pont egy nappal előbb írták meg, mint ahogy ő valójában lekerült. Hát igen, ez úgy gondolom, hogy egy fals információ volt, nem az első fals információ volt, de szerencsére én is első kézből kapom a hozzátartozóktól az információkat, és elmondjuk, hogy mi történik. Hát fontos persze, hogy ilyenkor. Azért valamit mondjatok, minél többet mondtok, annál kevesebb találgatás van, persze. Persze, természetesen mi is ez, tehát, hogy Isten igazából le a kalappal a hozzátartozók előtt, mert amikor Karcsit a baleset után kórházba szállították, ugye az első 24 óra az bármilyen baleset esetében semmi másról nem szól, csak a bizonytalanságról. És abban a pillanatban mondták úgy, hogy még nem tudták, hogy gyakorlatilag milyen állapotban van, hogy ahogy tudnak biztosat, őt mindenkit tájékoztatnak pont azért, hogy ne kelljen nyomozni, ne kelljen belógni a kórházba, semmi, ők még mindent elmondanak, pont azért, mert tudják, hogy fontos a tájékoztatás. Kollégák látogathatják, vagy még nincs olyan állapotban? Még egyelőre senki nem látogathatja, majd nyilván a család, az orvosok is elsősorban Karcsi fogja megmondani, hogy mikor lehet majd látogatni. Mindenki nagyon szeretné végre meglátogatni, de hát ez még szerintem odébb van.
Ez még egy kicsit odébb van. Persze, hát a legfontosabb, hogy nyilván nyugalomban legyen, gyógyuljon és épüljön. A felépüléséről tudni valamit egyébként, hogy milyen sérüléseket szenvedett, vagy ez már olyan információ, amiről a család nem ad felvilágosítás, hogy milyen rehabilitációra lehet számítani. Olvastunk olyanokat, hogy fejsérülése van, olvastunk olyanokat, hogy meg kell tanulni ülni, újra járnia. Hát nem tudom, hogy most mi a fantázia és mi az igazság ebből. Amit mondtam, tehát a bokamedence, combcsont és fejsérüléseket, ezeket valóban ez szenvedte. Ebből ugye a combmedenc részt megműtötték, és hát folyamatosan gyógyul. Az, hogy a rehabilitáció pontosan miből áll és milyen hosszan tart, arról nekem sincsenek információim. Nyilván ez az állapotától függ, de a Honvéd Kórháznak a dolgozói elképesztő munkát végeznek, és iszonyat odaadással végzik a munkájukat, amit a hozzátartozók ezúton is köszönnek. Hát igen, és bennük az a fantasztikus, tennék ez bárkiért, ugye? Ja, tehát, igen. Hogy itt senki nem gondolja azt, hogy arról van szó, hogy most az ember híres, celeb, nem, ott az egész kórház úgy működik, hogy az egész egyszerűen fantasztikus. Mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, inkább szívből dolgozik, és szívvel sem, mint a legtöbb esetben sajnos a fizetésért. Igen. Pontosan így van, ahogy mondod. Meg a Karcsi is valószínűleg mindent meg fog tenni, érde. Egy tökös mokán csávó, úgyhogy rajta biztos, hogy nem fog múlni. Hát igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ő egy bivajerős pali, akinek az a célja, hogy minél hamarabb rohangáljon, és minél hamarabb felgyógyuljon, és tudja végezni a munkáját. Igen. Elképesztő figura. Igen, nagyon kedveljük mi is, pont ezért hívtunk, mert kevés celebbel, hírességgel, színésszel van igazán jó viszonyunk, de őt nagyon kedveljük, nem szeretjük emberileg is, itt volt nálunk, jól érezzük magunkat, mindig vele nagyokat nevetünk, úgyhogy aggódtunk. Aggódtunk érte, hogy hol van. Hát a sors furcsa fintől, hogy pont tőlünk ment el. Még a motorozásról is beszélgettünk, és rá két óra olvastam az Origón, hogy atya Isten, mi történt. És rohadt jó lett a lecsó, amit a cukinéjéből csináltam, úgyhogy ezt tudom, hogy ez neki nagyon sokat jelentett. Hogy ez legyen az első mondatot, ha beszélsz vele, jó? Mondjuk neki mindenféleképpen. Igen, drukkolunk neki, és gyors felépülést kívánunk, sok erőt neki és a családjának is. Jó, majd, ha egyszer odaérsz, beszélsz fel a koronnak, hogy csókoltatjuk, öleljük és szurkolunk neki. Hozzátartozókon keresztül mindenképpen átadom neki, és köszönjük szépen. Ezek ilyenkor fontos üzenetek, ha az ember egy ilyen. Piros, köszönjük, jó munkát nektek, Huszi, köszönjük szépen, ciao, vigyázz magadra, hello. Hello, hello. Na jól van, jó hírek ezek. Jó, hál' Isten. Hát jó. Nyilván azért ez még hosszú lesz, és nem fájdalommentes, de drukkolunk. Drukkolunk neki, hogy mielőbb újra minden rendben legyen. 9:30 múlt pontosan egy perccel, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek nekünk, örülünk neki, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy jó kis Avanci után. Így van. Nem, Avanci. Így hallottam, hogy menjünk, kezdődik az Avanci. Hát, kezdődik az Avanci. Az nagyon nagy duma. Ez volt a győzelmi dalunk. Hát ugye a sikeres belizi hadjárat után. Hát baj van. Engedetlen a sereg, azt kell, hogy mondjam. Nagyon engedetlen a sereg, mert azt látom, hogy egyelőre nem értenek egyet a visszavonulással. Megkérdőjelezték a hadügyminiszter, a belügyminiszter és a miniszterelnök parancsát, és nem akarnak visszavonulni, portyázni akarnak, foglyokat ejteni, terminátorokat beszabadítani a beliziek közé, de minden esetre a majdnem 7000-es csapatból csak 1500-an vagy 2000-en vonultak vissza, nem, 7500-ból jöttünk le 5000-re, tehát egy 2005 visszavonult, de még mindig van egy 4002, aki ott maradt falakon belül portyázni, és nem akarja megkezdeni a visszavonulást. Ez nem szép. Nem szép dolog, de most nem akarok így a felelősség alól kibújni, de ez elsősorban ez neked kellemetlen, hisz, te vagy a warlord. Bizony. A Feri az élelmezésért, én pedig a tábori kupleráért felelek, érted? Hogyha ott baj lenne, akkor azt mondanám, hogy ez arra a mi ügyünk. De te vagy a borlór. Jó. Ha hozzuk egyelőre vissza akkor a nőket és az élelmet, visszajönnek ők is. Nem, na? Én inkább mennék a nőkhöz. Adok még időt. Lehet, hogy még nem mindenkihez jutott el a visszavonulás. Értem, hogy néhányan engedetlenek, és nem akarnak visszavonulni, de a parancs az parancs. Jelet nekik még egyszer. Teljesíteni kell a parancsot. Itt nem kérdőjelezhetitek meg a parancsot. Itt nincs ilyen, hogy felülbíráljátok a hadügyminisztert, és azt mondjátok, hogy ti maradtok. Vagy ti maradnátok, nem maradhatok. Így van. Ha visszavonulunk. Értsétek, az mindenkire meg vonatkozik. Na, érted. A vasárnap is nyitvatartás kapcsán sincsen népszavazás. Akkor így se lesz. Hát néhányan málnát árulnak és piacok lesznek, de jó, hát az van egy-két trükköző, aki málnát árul és piaccá nyilvánítja magát, de igen, egy málnás néni is piac. Egy málnás nénitől egyből piac leszel. Öt tálca málna.
Az már piac? Hát igen, igen. Figyelj, vissza kell hallgatni a tegnapi adást, és megnézni, hogy már én tényleg nem emlékszem rá, megnézni, meghallgatni, hogy ígértünk-e szabad rablást. Mert nem, akkor lehet, semmit. Hogy még azt tart. Semmit. Abszolút betartjuk a Genfi egyezményt, és odafigyelünk, és mindenféle egyezményt betartunk, és odafigyelünk, és nem rabolhatunk, és nem csináltunk semmi rosszat. Visszavonulás. Itt nincs helye a dezertőröknek, akik nem jönnek, nem a barátaink, de még kirakjuk őket a seregből, és a statárium. Az a gyorsan felálló statárium azonnal ítélkezik róluk, és végig van. Nincs ilyen, hogy ott maradok. Ha nem jöttök most vissza, tényleg, de most nagyon komolyan mondom, de most, akkor egy hónapra kizárunk benneteket a hármas ugrásból. Aztán neki, de kemény. Hallod? Én sem gondoltam, most de meg kell tennem. Az a baj, hogy Belíz, jó csajok, adóparadicsom, már hallgatnak minket, azt mondják, hogy dehogy megyek vissza. Néztem én ott a képeket. Maradok. Én ott maradok. Úristen. Nagyon szép hely. Nagyon szép hely. De még egyszer mondom. Visszaborulás! Na! Nyergelj, fordulj! Gyertek vissza! Jó? Hagyjátok ott a Belízi Facebook oldalt. Megmutattuk az erőnket, most visszavonulunk. Mi pedig mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Picit körbe szivatoltuk a görög válságot, kora reggel megszólalt András Bence, makrogazdasági elemző, és arról beszélgettünk, hogy milyen forgatókönyv előtt állnak a görögök, kinek jó, ha megmentik őket, egyáltalán meg akarnak-e menekülni, mit gondol erről, és miért mindig a forint szívja meg. Röviden, ugye? Bármi történik Európában, gyengül a forint. Hát, igazából. Ez már annyira konstans, annyira állandó, annyira, hogy hívják, megszoktuk, semmi gond nincsen. Ha azt mondja valaki, hogy nem lesz a magyar gazdaságra hatással valamilyen probléma Európában, de lesz. Igen. És attól is gyengül, ha valaki azt mondja, hogy nem Itt lesz. Akkor is gyengülni fog a forint. Ha lesz, attól. Szóval Bencével beszélgettünk, valamint kleptomán nagyikról is volt szó, mert hogy repülős Gizi újra akcióba lendült, megint valahova betört, lopott, imáron sokat szóra, és arról beszélgettünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor az embernek a rokonságában vannak olyanok, akik ugye lopnak, mit csinálnánk, ha repülős Gizi a mi nagymamánk lenne. Betelefonált egy hallgató, aki elmondta, hogy neki van a rokonságában, méghozzá a közvetlen rokonságában egy valaki, a nagymamája, aki megállíthatatlanul lop, bejár hiperekben lopni, és a nagyit nem lehet leállítani. Hol két kis felesüveg, hol egy kis cukorka. Egy kis nicsi, elem, borotva penge, a nagyi megállíthatatlan folyamatosan lop. Úgy, nemzetközi hogy... szinten. Igen. Erről beszélgetünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan, 10 óra. Ne felejtsétek el, visszavonulás. Jó? Így van. És adjátok tovább. Ha jó. Valaki nem vonul vissza, azt Jani szexel bünteti. Oh. Így van. Írj egy hallgató. Őket büntetem, magamat jutalmazom. Gyerekek, nem tűrjük a seregünkben az engedetleneket. Jó, nyilván sokan dolgoznak, sokan nem hallanak most minket, de szeretnék délután rámenni a Belizi Sugar Morning Show Facebook oldalára, és azt látni, hogy 2-3 ezeren vagyunk a 7-8 ezerből, már 4800, tehát megint 500 katona úgy döntött, hogy hazajön. Jó ajánlatot kaptak, hazajöttek, de még 4000 legalább jöjjön haza. Jó? Egy-két portyázó kis 10 fős sereg maradhat. Persze. Hogy azért legyen bent is valaki. Hogy zavart keltsen. Hogy zavart keltsen. Hogy feléges az utolsó hidat is. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. De az nem lehet, hogy fogjul ejtették őket? Biztos, hogy hazajöttek? Találkoztál velük? Hát az is lehet, hogy foglyok. Néhányan valószínű oda vesztek a csatában. Hát ez benne van. Őket leírjuk. Ezt nem tudom, meg lehet csinálni, mert ennyi... 10%-nál többet nem számolhatsz veszteség. 10%-nál többet nem, ez egy nyert csata volt, hát itt nem vesztetünk többet. Persze. Csak nem tudom, hogy te ki tudsz lépni, ugye, ha visszavonod a lájkodat, de ők visszavonhatják a te lájkodat? Tehát azt mondják, hogy ez túl sok a magyar lájk, és ők ebből visszaveszünk? Tehát ők ki tudnak tiltani, de hát miért tennének ilyet, persze. Hát mert hogy nem fognak. Valami miért, viszont szerinted... vágásra készülnek, érted? Aha. Te hirdetős. Már mi a 800 főben? Ja. Azt nem tudom, hogy a Facebookon ki tudsz-e dobni, én nem Facebookozom, tehát ha nekem nem tetszik, hogy valaki lájkolt, akkor ha nem jelölöm vissza, akkor oké, de ki is dobhatom, hogy hello, és folyamatosan kidobom? Uh-huh. Tényleg? Na erre vonatkozott a kérdés, hogy nem biztos, hogy ők vonultak vissza. Hülye lenne kidobni? Hát soha életükben nem volt ennyi lájk. Két napja 700-an voltak, ne viccel. Valami olyat írt oda, vagy valami olyat posztolt akkor. Lehet. A francokat, amikor 7500-nál voltak, szerintem csináltak egy ilyen fotót az oldalról, és azóta azzal jár a hirdetőkhöz. 7500? Persze, azóta a szélszük már csinált erre egy ajánlatot. Hát persze. Igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. Úgy van! Ja, még nem.
Morning show. Az. Úgy van! Az, az. Ányá, kapod. Így van. Jani megérezte. Hello, jó reggelt. Hello, sziasztok. Ciao, hogy hívnak? Ádám vagyok. Hello, Ádám. Na, Ádám, írtál nekünk SMS, nagyon jó volt, amit írtál. Annyit írtál nekünk, hogy nem ellopták a logót, csak beleasingelték. Szerettük. Szerettük, Ádám, ezt az SMS-t. Hol hallgatsz minket? Budapestről. Budapesten. Már munkában? Már munkában, így munkában van. Mit csinálsz? Hát tudod, van egy cégünk Belizben, ápázunk, olajozunk. Nagyon jó. Ez az offshore paradicsom, úgyhogy hajrá. Persze. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Köszi, Ádám. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Szia, szép napon. Kazi írja, hogy a dezertánsokért trütkót küldjük, úgyhogy jobb, ha mindenki magától hazajött. Jó, meg kiküldjük a kis pitbullunkat, és mindenkit hazahoz. Na most ha mindenki akarsz, csapott hanem, babodót adja. Ha magyar vagy, ha belizi vagy trütkó, mindenkit hazahoz, úgyhogy inkább magatoktól gyertek haza. Jó? Csabikám, remek zenék? Egyrészt folytatódik a Klassner 2015 sorozat Forma 1 játékkal, tehát továbbra is meg lehet szerezni az esélyt, hogy három napon keresztül élvezzük ezt a fantasztikus élményt. Ha jól tudom, nálatok is lesz majd valami. Nálunk jövő játék. Héten indul a Forma 1 játék, így van. VIP belépőkért, ha jól tudom. Így van. És addig is nálam, meg majd délután a Pirosnál lehet ezeket a háromnapos belépőket megszerezni. És mindemellett hozom nektek Robin Schulz egyik dalát, az ő nevét talán már nem kell bemutatni, egy nagyon népszerű német DJ, és Jasmine Thompsonnal készített egy Sun Goes Down című baromi jó dalt. És ezt hallgassátok, megmutatom. Meghallgatjuk. Voltál sportolni? Tegnap voltam, ma kimaradt, és holnap megyek meg. Most mit csinálsz? Futsz vagy gyúrsz, vagy most mit csinálsz? Kardiózom továbbra is, meg hát délutánonként el szoktam menni a gyerekekkel focizni, ebben a melegben ez kifejezetten jót tesz. Tehát ők, amikor elrúgják a labdát, akkor mondják, hogy apa, menj érte. Te vagy a kövér. Te vagy a visszahozó. Nem, én vagyok a kövér, tehát nekem kell futni a lasztiért. De jó, egyébként tökre elkopott az olasz akcentusod. Tegnap még volt egy pici, nem? Igen. Mi volt a dal? Cigaret? Vagy mi volt? Cigaret. Még délután egyszer meghallgattam, hogy bennem van a hiba, de jelentem nem. Nem bennem van a hiba. És nem bennetek van a hiba, ha nem tudtatok rákattani. Azt mondtad, hogy jelentem nem. Igen. Nem mondjad már azt, hogy jelentem. Hát most mi? Te vagy a parancsnok. Én vagyok a parancsnok. Ja, te vagy a warlord, igazából a császárnak azt. Nem, kicsit átkatonásodtam most itt. A hazahívásra jelentem nem. De nekem nem kell jelenteni, hát persze. Hát, te nekem vagy a jelent vezér, mindenki. Így van. Így jelentsen van. Katona. Csabi jön a kívánságműsorra 555-55-00. Jó, ez a telefonszáma, kérjetek tőle dalt, mert Csabi azt nagyon szereti, küldjetek közlekedési írt, és neki mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már